Hölgyeim és Uraim, fiúk és anyuk, üdvözlök mindenkit, én Jack vagyok, és ma a Deep Progratic Survivor-rel fogunk ismét csak játszani. Elnézést a kis késésért, elbénáztam az időt. Még most érem utol magam, nem tudom mi van. Szuper jó ment egyébként a nap, tök hatékonyan töltöttem, aztán most írtam egy-két órával live-ot, annyira egy-két órával, fél órával live-ot, annyira így megzuhantam, hogy komolyan azon gondolkodtam, hogy nem lesz ma live. Nem tudom mi van, meglátjuk, hogy mennyire lesz most a tégrendszerem a játékhoz. Jaj, itt vagyok, folytatjuk ott, abba hagytuk, hello mindenkinek, sziasztok! Van polofka írtás, ez én, szia pár. Van kedvem játszani, de most nem tudom hirtelen, most nem tudom, hogy mindenki kis apróság, úgy fridegesítettem magamat, ahogy így készülődtem az a bizékkel, hogy hú, nem tudom, mint amikor ilyen extra rossz hangulatomban van, vagyok, olyan érzésem volt. Remélem, hogy elkezdünk játszani, és ez így elillan, meg remélem, hogy csak amiatt van, hogy konkrétan 28 fok volt a szobában, nem értem, hogy milyen szar van ezzel a rohadt. Na, látjátok, már most bugyog fel belőlem az agykuki, hogy két hete még fagyott, most már 25 fok van kint, itt bent az már azt jelenti, hogy 28, be kell kapcsolom a klímát, és szerintem az időjárás változás csak, meg az, hogy öreg vagyok, és emiatt házsátos. Kicsit nehezen szedtem össze magam. Mert azt mondom, hogy egy jó tea, meg egy kis csoki, meg néhány millió bogár kiirtása, majd segít egy kicsit az idegrendszeremen. Szóval, ugye a legutóbbi live-ban, szerintem is, amúgy nekem is, a legutóbbi live-ban ugye letoltuk az ötödik veszélyesége szintjét a kristálybarlangoknak, és ugye elkezdtünk magma-maggal bohózkodni, de hát meglátjuk, hogy mennyire lesz majd ez könnyű. Ugye megcsináltunk itt egy küldetést, a négy újtóst, az ugye nagyon könnyű volt. Hivatásos bontó, ugye az a robbantós mérnök 6x nyitjét kéne lenni, meg teljesíteni merülést. Én nem akarok rögtön a mérnökkel fölidegesíteni magamat, hanem csak próbáljuk meg megcsinálni a merülést, aztán majd meglátjuk. Nem emlékszem, hogy menjünk, mik lesznek itt még. Megállíthatatlan lövész, az a izé, ez pedig a szabványos felderítő. Jó, akkor azt mondom, hogy de mérnöközzünk, és próbáljuk meg megcsinálni izével drónos megoldással, meglátjuk, hogy majd milyen sikerül. Szia Csabi, hello, szia Dávid. Hát Dávid, amíg nevetni tudtok, addig jó. Én ugye azt nem szeretem, amikor az idegbeteg hülye hangulatom ugye átragad másokra, és ezzel rontom a hangulatukat, azt nem szeretem. Amíg nevetni tudtok azon, hogy fölidegesítem magam, addig engem nem zavar. Hát pár jobbulást, kitartás hozzá. Legalább én még lázas nem vagyok, igen. Na akkor nem lenne live. Na nézzük. Megkérjük az RNG-zöst. Megkérjük az RNG-zöst, hogy segítsen meg minket legalább a live elején, amíg még lelkék nem üzértem bele a... Jó. Na. Olyan sok HP van ezeknek a kis rohadékoknak is, már itt ez a rémáskor, olyan könnyű kezdeni ugye ezzel a... Nem hangos nagyon a játék, várjátok? Lehet, hogy csak a füle sem volt fölvéve. Bányász a sebesség. Jó. Akkor is gyógyulunk gyorsan. Hihetetlen egyébként, morgásos sebesség. Annyira rossz, hogy már nincsen tavasz. Én úgy szeretem egyébként a tavasz, de ez, hogy tényleg 5 fokról lesz hirtelen 28, ezt én annyira utálom. Nekem annyira hiányzik ez a 11 néhány fokos időjárás, amikor ki lehet menni kirándulni már egy, nem tudom, egy normálisabb ruhába, de nem döglik meg még rögtön az ember. Be lehet menni a városba nézelődni, nem tudom, most bemész a városba és ezért... Ha nem klimatizált üzletbe vagy nem tudom, akkor azonnal megrohadsz. Nagyon hú de nem szeretem. Na. Egy újtó drón rögtön, az nem rossz. Savasnak jobban örültem volna, de elég jó egy újtó is. Aztán majd lehet, hogy megpróbáljuk izével is. Csak azért nem ugye akartam scouttal is és mind a kettő rám robbant. A másik hogy robbantál ilyen gyorsan? Szóval akartam, hogy meg akarom, hogy most esetleg megpróbáljuk majd scouttal is, de azt meg akarom tartani a pályára.
Hiányzik az átmenet. Hát finoman szólva, Zoltán. Finoman szólva. Annyira rossz tehát, hogy... Jó lesz. Olyan brutálisan sebezítve, amin nem tudom, hogy ezeket meg fogjuk tudni csinálni, ezeket a küldetéseket. Tudom, hogy már rögtön itt negatív forog, de hogy ugye legutóbb is elítottam, hogy olyan eszméletlenül sokat sebez minden. És ugye a sebzések az nagyon szépen megy fölfele, de a szerencsét azt hiába veszem meg, és lassan maxos. Akkor is izéket kapok, nagyon jó esetben egy-egy kéket. Meg az ősznél is. Igen, pedig én az őszt is nagyon szeretem. Ősz még úgy csak-csak akad. Hát ugye tél helyett inkább. De hogy tavasz nincs, az egyértelmű, tehát tényleg talán egy nap tavaszt kapunk, és utána jön a nyár. Na hát, igen. Szia. Hát, meglátjuk, mi lesz ebből. Nem egy erős kezdés, finoman szólva. Nem fogom tudni kibányászni a izét. Sedvés. Hello, gumika, hello. Na most például mi? Tessék, fél HP és épp hogy csak valami a közelemben volt. Na, adjál valami jót. Nem jó, de ez van. Végre. Hát ez most itt konkrétan ki kell vennem, mert és megint itt van ez a szarbunda. Ezt konkrétan kitörölném a játékból. Tehát ha most csak kettőt ajánlana fel, is boldogabb lennék, mert olyan idegesítő, hogy ezt a szart, ezt minden egyes lehetőségnél felajánlja. Ezt nem úgy szerintem, hogy trollkodásból tették bele a játék. Tehát nem hiszem el, hogy a készítők ezt komolyan gondolták, hogy ez egy jó item. És az, hogy tényleg minden egyes lehetőségnél felajánlja, csak még inkább aztán vagy, és szerintem ezt amúgy ilyen full egy ilyen poén volt tettébe, hogy idegesítsék vele a játékosokat, nem hiszem el, hogy nem. Na, legalább egy jó drónt kaptunk. Menni kell, mert sajnos szétsebeznek. Na ú, ez egy nagyon rossz kör volt, színbe is, alapanyagokban is, minden szempontból nagyon rossz kör volt. De legalább egy jó izét kaptunk. Really sweet. Én szerettem a nyarat, nem volt ilyen kemény télen, meg hó volt, most csak száraz idég és száraz volt. Így van, pár. Én a telet azt még úgy csak-csak szeretem, azzal úgy el vagyok. De inkább a karácsonyi időszak miatt. A nyarat viszont gyűlölöm. Gyerekként szeretem, hogy ezt jobban is bírtam, másrészt nem is volt ilyen kemény. Meg hát azért gyerekként a nyár, érted? Otthon töltöd a nagy részét, állandóan strand, meg tó, meg folyópart, meg... piknik, meg túra, meg nem tudom, tehát egész... egész más volt, mint most, amikor rohadok reggel a buszon, hogy menjek be dolgozni, bár egyébként nyáron lehet, hogy beülök a kocsiba, mert nem akarok, nem szeretem, tehát feleslegesen drága, meg szívás a parkolás ott, ahol dolgozom, de előleg amúgy van céges parkol, majd meglátjuk, hogy sikerül érzni, de hogy konkrétan nyáron ezt a tökmereget nem fogom elviselni, az biztos, hát úgy fogok hazérni live-ra, hogy felrobbanok. Tehát ugye az, hogy engem kifejezetten feldühít a meleg. Tehát olyan szinten ingerlékeny leszek tőle, hogy arra szó nincs. Ugye ti ezzel nem annyira találkoztok, mert most hát a live alatt nem lesz vészes, mert ugye még mielőtt hazérek, szépen wifin bekapcsolom a klímát, és mire hazérek, addig egy jó idő van, tehát majd itt kikadok le. Nektek live-on, de hogy... Nagyon nem az én világom a nyár, maradjunk annyiban. Na, megjött a savasdon, rögtön jobb a helyzet, meg most, hogy jönnek-mennek a kis... Jó, nem láttam, hogy rám robban. Béna vagyok. Vagy hát nem láttam, hogy ott van konkrétan. Ez hiába, azonban jó volt a több is, de kell tárgyfélítő távolság, mert nem fogunk tudni szintet lépni. És jelenleg még nagyon... Ott van robbanós? Nincs. Ó, Magneto ott van, nagyon jó. Nem szúrsz meg, kis genyó. Akkor a tavaszi nap leégett. Hát így van. De ez a másik, hogy ezért sem szeretem a nyarat, hogy pontosan ezt hallott, hogy hát, hogy a 2 percnél többet akarsz eltölteni a napon, akkor egy ilyen 180 millió faktoros naptejjel egy 5 percet még eltölthetsz, utána garantált a bőrrák, és így jó, köszönöm.
De egyébként, ha a bőrák nem, akkor a szemed megy tönkre, meg a nem tudom mi megy tönkre, meg forzik minden, és veri fel a mikroműanyagot, meg a... és így, de jó élni ebben a világban. Nézd meg, és ne, gyere, gyere utána, ott akarok bányászni. Jó, ezt mi kiszedjük, utána megpróbunk ott átmenni. Ú, ott is volt egy kis arany, azt is össze kéne szedni. De landing zone az fontosabb, persze nyakig van pakolva, meg lávával is. Könnyebb dolgom legyen. Tényleg ki fogjuk venni a turretnek a falrombolós overclock. Hát, itt most meghalunk. Nem, itt most meghalok. Ja nem, mert most nem sikerült újra töltődnöm, de csak azért nem, mert ugye a HP-mat újra töltöttem. De nem tudom, hogy fogom megcsinálni ezeket az utolsó. És ez a pálya semmi lesz az utolsóhoz képest. Hát szerintem azt nem, hogy tényleg nem fog. Tehát ezt őszintén mondom, szerintem nem fogjuk megcsinálni. Hát én nem is meg se fogom próbálni, mert hogy annyira csak idegesítene, hogy ezeket megpróbáljuk, de lehet, hogy én nem fogom erőltetni. És emelé felajánlja ezt. Jó, hát ezt nem hagyhatom itt. Tudom, hogy nagyon jó a szerencse, de plusz 10 szerencse, így is egyébként 22 a szerencsénk. Tudom, hogy 50%-kal megnövelni, de nem mertem kivenni azt pedig. Á, hát lehet, hogy ezt kellett volna. De túl jó az 50% sebzés a tűzdrónra. Savasra jobb lett volna, de hát, ja. Na, legalább kibányáztak a nagy dögök a izét. Gyertek kis rohadékok, gyertek szépen, azaz. Na, végre. Végre nem bunda. Meghalt a izé is. Nem tudtam, hogy itt van a... Nem tudtam, hogy itt vannak már az elitek. És ott van a mágnes, és nem fog tudni értelmeni. Jó, ez teljesen az én hibám. 20-as szintes vagyunk a harmadik szintre. Ez konkrétan garantált halál. Főleg így, hogy közben azon a szaros izén keresztül megsebez a bogár. Ez legalább jó. Szia para, hello, hello. Figyú, nézd a live-ot, nézd vissza esetleg régebbieket, úgy van. Én, amilyen játékokat én játszok és élvezek, nekem nem hogy megéri, nekem még kétszer ennyi is megérni. Most egyébként 20%-os akcióban van. Szerintem bőven megéri, de logikusan mindenkinek más játék az, ami megéri, tehát... Tarkov egy tökéletes példa, aki szereti, annak bőven megéri, én a tizedét nem adnám ki érte, mert számomra, annak én nagyon szeretem nézni Starknál, számomra egy játszhatatlan játék lenne a Tarkov. Tehát nekem például nem éri meg. Ez a játék is olyan, hogy aki szereti az ilyesmi típusút, annak bőven megéri. Így van pár, sajnos így van. És hogyha hát ugye hallgatunk, és na, hogyha hallgatunk az előrejelzésekre, akkor nekünk még jó dolgunk van. Majd a gyerekeinknek, meg az ő gyerekeiknek már, ha még akkor lesznek emberek. Nekik lesz majd jó. Hú, de sokan lettetek, de nem vagy legalább sokan robbanós. Robbanjatok, kiskenyok, az az. Nem lenne reménytelen, elrontottam egy pár dolgot, az előző pályán nagyon kár, az nagyon... Nem vettem észre, hogy ott vannak már az elitek. Azt hittem, hogy jó, mondom, most még ezeket itt. És konkrétan nem figyeltem a csíkot, meg semmi, nem volt ott a figyelmem. Úgy voltam, hogy jó, mondom, nem már. És nézd meg, nem bírtak, hogy egyszer még ne sebezzem meg. Nem sebzel meg? Azért. A tűz az nem érdekel, az csak 2 HP. Az legalább nem nő a szintekkel. Ez jó. Továbbra is egyébként az erősebb buildek egyikének tartom ezt a... Tehát... rohagyjatok meg. Követem, hogy már ezek is ilyen 50 körül sebeznek? Nem, azért biztos. Ez viszont nagyobb lett a... Kész, nem? Olyan szinten erős az ellenségek, hogy ez hihetetlen. Azt nem vágom para. Na ez biztos, hogy nem pay to win, tehát ez a... Ebben az, hogy ezt egyszer megveszed, itt nincsen semmilyen microtransaction, itt nincs semmi azért. Na jó.
Nem baj. Újat indítunk. Nem, egyáltalán nem reménytelen amúgy. Volt, hát az a baj, hogy voltak jó upgrade-ek, csak mindig az volt, hogy egyszer adott kettőt, hármat, és nem szétszórva. Tehát amikor odaadja a legendary upgrade-et, és mellébe teszi a lila szerencsét, és így, köszi. Epic szerencsét, na. Nevezzük nevén a gyereket. Na, menj már. Elakadok a üzében. Igen, nem felhúzott volna? Na, Zsolt, ez amit mondtam, hogy mindenkinek más játék való. Nekem a Tarkov lenne ilyen, hogy tudom, hogy egyszerűen annyira türelmetlen lennék hozzá, hogy teljesen feleséges értelem megpróbálom játszani a játékkal. Nézni szeretem, de hát pont ez a lényeg ezeknek. Jobb az a kis plusz sebzés, főleg még itt. Aja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 j
Olyan, mintha még gyengében is bányásznék. És lehet, hogy csak azért, mert sokat játszottunk a fúrós-fúróssal, de hogy olyan, mintha nehezebb nehézségű fokon, ilyen egy ütéssel több lenne egy szikla, ami nem tűnik soknak. Csak amikor előtted van 80 szikla, akkor az nagyon sok. Átlensebzés. Természetesen, rohagy meg. Aha, nagyon jó. Drónt adjál. Savas drón, nagyon jó. Féltem, hogy mondom, most elköltöm a üzémet és nem kapok semmit, de ez legalább megérős volt. Most sebződünk, de ezek csak kettők, az nem számít. A sav miatt a 20 az már inkább. Most gondolkodok, hogy le kéne hívni most le és megpróbáljuk majd megölni az elitet, mert egyszerűen, hogyha nem hívom le, akkor már olyan gyors, ez nagyon jó, olyan gyors, hogy... Látom, hogy akadunk, elvileg nem nálam van a gond. Ja, nézem azért a beállításokat, nem? Jó vagyok beállítva. És még a, és a YouTube nem mondja, hogy bármi gond lenne. Meg vagyunk? Hát remélem, srácok, hogy nem fog akadni, hogyha tovább akadozik, akkor, akkor ennyi lesz. Mert így is ugye mondtam, hogy kicsit lelkileg most valahogy nem vagyok a toppon, nincsenek gondolta, nincs miért, nem is értem, hogy mi van. Nem az, hogy én nem akarok róla beszélni, hanem... Hűha, nagyon jó. Ott a magnetó. Oh, ez most nagyon szuper. És még a szintépések miatt odébb is rögdöste, szóval... Most jó, maradjon így, mert amúgy akarok játszani. Plazma. Nagyon jó. Nagyon jó. Na jó, van, megérkezett a csíj, srácok. Azért akadtunk meg, a sok csíj izé, összenyomta a netet. Sebzés. Elvileg a gyújtó jobb, én a sokkolót jobban szeretem. Páncélzat. Na, megérkezett a szerencsénk, mi, srácok? Konkrétan nem volt rare alatti izén most. Mert és csak jó rereket kaptam, tehát a rerek is, amiket kaptam, legalább jó rerek voltak. Rögtön 17-es szint, egész más kategória. Nem akartam, hogy rám robbanjon, így meg még tudok egy pár másodpercig gyűjtögetni. Á, reméltem, hogy az még meghal. Csak jöttek a izék, és nem mertem. Krit esély. Szia, Black Cross, hello, hello. Szia, teknőz, üdv mindenkinek, mondom, remélem, hogy működni fog, hát... ez érdekár. Ajjajjajjajjajj. Újratöltés, a sebzés. Ami megjött mind a kettő. Backhorse jöhet folyamatosan. Erre a pályára jöhet folyamatosan. Nem fogok sírni, hogyha túl sokat küldtök.
Még az előbb is megakadt a net, lehet, hogy azért, mert tényleg túl sokat küldtetek, aztán nem bír, azon a picike kábele nem bírt átjönni ennyi csí. Bár amúgy az éterbe kell küldeni. Ez a gondsátok, rosszul rájtottátok be, amikor küldtétek az energiát. A teknőcnek hozta szerencsét, úgy legyen teknőc. Hát az előzőkor az elég gyatrára sikeredett, ez már most erősebbek vagyunk, mint az előbb a harmadik szint végén kb. Szóval elvileg jobb a tüzes, mint a sokkoló drón. Azt hallottam, de nekem jobban bejött a sokkoló. Nem arra. Erre még tudunk kerülni. Még ki tudjuk őket kerülni, arra meg már begyűltek, azt láttam. Itt ugye a nagy szikla miatt kénytelenek ugye körbe menni. A pirosak jönnek mögöttem, olyan meg tudjuk, meg jó, le tudjuk őket lőni időbe. Ahogy nem vettem észre, hogy itt már átástam magam a sziklán. Kár. És az előbb nagyon jól jött... nagyon jó kor jött a mágnes. Vajon lesz csí? Igen. Hát mint ahogy a Tihanyi is úgy küldi, ugye. Fölemeled a kezedet, veszed az energiát, és másik kezedbe belesugárzod abba a testrészedbe. Dögölj meg, nagyon jó, aminek szüksége van az energiára. Buk. Nagyon jó. Nem látom, hogy a másik nem robbant fel elsőre. Hülye. Na ennyit számít amúgy az a páncél, ezek ilyen 70-et sebeznének, és egy plusz 12 páncélal 58-at sebeztek. Szerintem sokat számít amúgy, főleg egy legendary szinten. Mint úgy értem, hogy csak egy upgrade-be került. Ez a 12 páncél, most 3-assával mondjuk nem érné meg, ez valószínű. Mély szint ezért. Né, de remélhetőleg le tudok pakolni, mire ideérnek. Kerülik a lávát, az nagyon jó. Ne. Hadássak mindenki! Rohadjatok meg, úgy utállak titeket. Ennyi volt a hátkém, nézzétek meg. Már nem titeket utállak, hanem ezeket a személyét rohadgyors, rohadsokat sebződököket. De nehéz most. Nem tudom, hogy fog. Az a baj, olyan, annyira nem engedi most a játékos sérüljünk. Olyan brutálisan sebez minden. Pedig még páncélt is vettünk. És már itt vannak az elitek. És alig van aranyam, alig van nitrám, és le kéne még hozni a izét is. Hát megpróbáljuk lehívni legalább a izét. Cukrot persze sehol nem látok, hogy ahol volt, azt már ugye fel kellett szednem. Ezek szarok, nem baj, lassítson. És mitől sebződtem meg rögtön? Ja, a lávától, jó. Aja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 j
22-es szint, 25-ösen kapjuk a harmadik drónt, hát meglátjuk. Semmi nem lehetetlen, de... nem tudom, hogy ezt a pályát hogy fogjuk megcsinálni. Ú, ott egy kis kukor. Ezt úgy, hogy hagyjam. Nem azért, mert jó, hanem azért, mert egyszerűen kell fel fogja kutatni az ellenségeket, hogy felrobbannak a helyet, hogy visszatérnek. Kutassák fel az ellenségeket, az jó. Rohadjatok meg. Nem tudok mit csinálni, az a baj. Ó, az életerőt kellett volna. Sajnos nem elég. Olyan gyorsan nő a HP-jük. Nem tudom, hogy fogom megcsinálni. Ugye tehát ennek a merülésnek a harmadik szintjén, mint ilyen ugrásszerűen minden sokkal keményebb benne. Nem is olyan gyorsan bedaráltak. Nem tudom, hogy mit csináljak. Még nem rossz a sebzésünk. Valahogy megpróbáljuk azért, nem akarom még semmiképpen sem feladni, attól még nagyon messze vagyunk lelkileg. Az egyik mindjárt megdőlik, az jó lesz, akkor a másodikon koncentrálni. Most csak 48. Ez csak egy kis lábasebzés, nem köpsze savval, köszönjük, nem hagyjuk.
Na, adjál még egy drónt. Gyújtó drón, nagyon jó. Nem. A sziklát... Ah, Istenem, meg... Megcsipogott. Jó, ezt... Nagyon jó. Gyerünk, Jack. Új. Hát... Nem. Nem merek elmenni ezért, mert begyűlnek a dögök, és... Nem tudom, hogy tehát az, hogy hiszem egyszer megsebződök és meghalok, mennyi? 60, jó, nem, hát igen, nem biztos, hogy túlélem. Nem ezt akartam, azt hittem, hogy a savas drón az, na mindegy. Nem érek oda. Nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni. Igen, János, ez jó lenne, de hát minden nem lehet meg. Így is amúgy most jó RNG-nk volt, és még így is. Úgy beleráltak egyszerűen a harmadik. Ezért nem tudom, hogy ezt hogy fogjuk megcsinálni. És ezzel a szar robbantóssal kéne megcsinálni, amivel meg úgyis semmit nem lát. De mindegy, szerintem azt a küldetés konkrétan nem fogom megcsinálni. Tehát rá kellett jönnöm, hogy... Tehát az a küldetés csak ahhoz maximum achievement szinten kell, hogy az összes küldetés meglegyem. Rám ne robbanj. Tehát max achievement szinten kéne, mert ugye már minden, tehát ugye a küldetések arra jók, hogy unlockolják a pályákat, az összes pályán unlockolva. Semmi értelme nem csinálom egy küldetést, amit csak és közleg azért csinálom meg, hogy meglegyen, mert idegesítő. Rühellem azt a subclasst, mert ugye a robbantásától nem látszanak az ellenségek. Minek gyilkoljam az idegrendszeremet, ezáltal a ilyeteket is, azt nem ki fogjuk hagyni úgy, hogy van. Csináljuk meg a merülést, aztán menjünk tovább. És tudom, hogy a játék befejezése ez úgymond az is kéne, de nem akarom magamat megölni ezért. Hát most nem nagyon érzem a cheat. Morkitot még nem is láttam. Hát csak valami, valahol meg van törve a kábel, nem jön a cheat. Na jó, az előbb jött, csak nem volt elég sajnos. Nem tudtam jól kihasználni, na végre. Minden irányból jönnek. Hát minden irányból, meg rohadt erősek, meg rohadt sokat sem. És ezt sem azt érzem, hogy hiába vettem meg a bányászos bónusz. Hát emlékeztek, hogy amikor elkezdtük a játékot, mennyire, milyen volt a bányászás. Ennél szerintem gyorsabb volt. Most lassabb, és vettem egy csomó bányászós passzívot. Tehát... Vagy lehet, hogy csak tényleg annyit játszottam, hogy úgy emlékszem, hogy gyorsabb volt, és nem volt gyorsabb a bányászás. Szerintem gyorsabb volt. Olyan nehezen szedik ki az alapsziklát a karakter. És ez nem ezt, mert ez most ugye már ilyen előre törött. De semmiképpen sem érzem azt a... Mennyi? 15% bónuszt, amit már megvettem. Nem egy jó kezdés. Nagyon rosszakat kapunk így kezdésnek. Hol vannak a tárgyfelvételi távolságok? De minimum epic kéne abból is. Tudom, nagy igényű vagyok. Igen. Nem tudom, Backrossom, hogy lehet, hogy a patchelték és nehezebbé tették. Keresek csak visszavett, rádugom a telóra, hogy többet csítuljék. Nagyon helyes pár. KPN tessék küldeni nekem. Az bírja nagy nyomás. Választunk egyet a szar közé közül. Nem minősítem. Jó. Aha, jó, hát itt sebzés nélkül már nem megyünk ki, ez van. Ki tudtam volna, nem tudtam, hogy melyik fog meghalni, ugye nem látok a kicsiknek. Jaj, várjunk, ezt kapcsoljuk meg ki a izét. Kicsit többet lássunk meg jobban. Kapod már le, úgy. Hát... Morkitot nem tudom, hogy hol fogunk találni, tehát konkrétan az egész pályán nem egy patch morkitot láttunk, vagy egy nód, vagy nem tudom minek mondjam, és azóta se többet. Hát mindjárt mondjunk Lightyear frontierezni, azt legalább
Az a játék legalább jutalmaz az erőfeszítésekért, nem büntet. Nem, amúgy nem fogunk, csak... Nem bírom megölni a legelső szint elitjét. Igen, János. Én is így érzem, és biztos, hogy rosszul érzem, mert csak ideges vagyok. De én is ugyanígy érzem, hogy... Veszem a izéket, és arra, konkrétan, amit én fordítom, ez az köpjél még le. Csak 40-es seb ez egy ilyen sav. És konkrétan felesen szürkék, meg egy zöld. De akkor mi a szarnak vettem meg... 22 szerencsét. Mert ugyanezt kaptam alapból is. Tehát olyan, mint hogy egyébként semmit nem számítana a szerencse. Mert nem érzem azt, hogy többször lenne jó arranging, mint mondjuk a leges-leges legelején, amikor semmit nem vettem még. Hát ezt nem fogom tudni megölni, szerintem. Ez a baj a sokkoló drónnal. Nem az igazi a sebzése. Na jó, srácok, ezt a kört el kell engedni, tehát nem fogom végig szenvedni, azért nagy nehezen, hogy átsúszok a következő pályára, és akkor ott halljak meg. Szia, Bunny, hello. És menjünk más, megint csak a lövésszel lehetne szabad ezt is. De nem, akarok, tudom, hogy jó a drónos, mentem a nagyon jó köröket drónnak, csak kell egy kicsit jobb közé hozzá. Lukirot próbáltam, mert már nem csillag, nem ismerem. Na végre egyszer kaptam, ja, nem jó, nem mert morkitosat is kaptam, nem szólok. Szerintem te úgy érztem, mint a nehezedett volna a game. Hát Darkross, én egyértelműen úgy érzem. De úgy tettem, amikor kijött az update, hanem mintha azóta történt volna valami. Tehát kijött az update, akkor próbáltuk, és azt rákövető második ride-nál úgy éreztem, mintha egyszerűen hirtelen így ugrásszerűen nehezebb lett volna a játék. Hát kinkeservesen küzdök. Jó, tudom, ez a legnehezebb része, tehát itt nem is baj, de mások is azt mondják, hogy már harmadik nehézségi fokon is szenvednek többet. Hát itt meg sárlok, meg sem próbálok megállni bányászni, itt vannak azok a piros szarok. Utána, amikor ezek ilyen korán jönnek. Ugye ez is random szerintem, mert van, hogy ilyen robbanósok jönnek hamaran többen. Azt jobban szeretem, mert azokat ugye fel tudom robbantani, még ki is tudom használni őket. Ezek a piros szarok, ezek meg... Rohadt sok a HP-ja, rohadt sokat sebez, és eszméletlenül gyors. Tehát ha csak nem fúrós-fúrósa vagy, akkor konkrétan meg se próbálj úgy fúrni, hogy ezek ott vannak rajtad. Mondom, lehet, hogy valamit patcheltek a játékon, csak nem tudom, hogy minek. Tehát jó, biztos sokan panaszkodtak, hogy már kijátszottak a játékot, és túl könnyű nekik, de... De ne annak, ne a felső 5%-nak kedvezzenek már, hanem a játékosok nagy részének, és ez nem hiszem, hogy a legtöbb ember így úgy állna hozzá, hogy olyan rohadt túl könnyű volt. Vagy hát egy-egy builder, igen, de ne az legyen a lényeg, hogy a legerősebb buildekkel legyen nehéz, hanem hogy a gyenge buildekkel is legyen megoldható. Ha most valaki izé exploitolni akarja a legerősebb buildet, az úgyis azt fogja csinálni, tehát hogy ne a izé keresztmetszetre, jó, nem próbálom ugye, hogy kibányásszák, de nem bírok eljutni érte. Mondjuk amilyen gyengék vagyunk, ja, még csak hármas szintűek vagyunk? Na jó. És mindjárt itt a boss. Hát ilyenkorra már... Ja, de tudjátok miért, mert nem tudok megállni bányászni, mindenhol ott vannak ezek a piros szarok. És most már rohadt sokan vannak. Tehát... Jó, amint megállnék bányászni, már itt van rajta minden is. Ennyi. És persze ilyenkor adja be a drónt, amikor már leszárom, és amúgy úgy voltam, hogy jó, most bányászom a falat és meghalunk, hogy bemutassam, hogy mennyire esélytelen a dolog, és beadja a savas drónt. Annyira görény a játék egyébként. Annyira undorító. Rohadt troll szemét játék. És ilyenkor elkezdi adni azokat, amiket eddig kellett, hogy egy kicsit növelje a jó kedvemet. De csak ne savazzál, jó? Nagyon jó, pont az egyiket öltem, meg így is akartam.
Hagyjuk a... Jó, nice. Ezt az elvitet szeretem a legjobban, ennek csak rohadt sok HP-ja van. De dög lassú. Annyi, hogy ugye minden keresztül lássa magát. Oda nem megyünk be. Nem szeretnék ott meghalni, köszönöm. Rohadj meg. Á, szemétláda. Nem. Dögölj meg. Istenem, nézd meg. Na, egy hatvanat azért rám sebzett, még így miért meghalt. Csak kitrükköztem a kis rohadékokat. Na, adjál valami jót. Az, hogy az elektromos is nagyon jó. Nem fogom tudni megölni. Nem tudom, mi lesz se. Tehát konkrétan nem tudom megcsinálni. Tehát nem, hogy nehéz megcsinálni, nem jutok el az utolsó pályára. Tehát a bosszig nem jutok el, nem, hogy megöljem. Na most már úgy vagyunk, hogy most már második pályára nem jutok el. Ha nem, eszméletlen jó az RNG. Most elgazdom, csak lövésszel lehetne játszani. És még gyűjtögetni, semmit nem lehet most. Tehát, hogy meg hiába gyűjtögetek, hát... Mondjuk, most csak mondom, hogy 22 a szerencsém, a max szerencse, amit passzívúból összeszedett, 24. Tehát, hogy most már azért nem sok van, hát nem tudom azt csinálni, hogy jó, farmolok egy pár órát, és akkor erősebben neki megyünk. Mert ennél már sokkal erősebb nem leszel. Minimálisan. Nem esélytelen még, de hát 12-esek vagyunk. És milyen érdekes, hogy a negyedik veszélyességi szinten meg sokkal magasabbak voltunk többször. Most annyira nem tudom ölni a dögöket, hogy egyszerűen azért nem lépek szintet. Tehát nem billen át ez a lavina effektus, mert ugye az van, hogy a negyedik veszélyességi szinten ugye még sebeztél eleget ahhoz, hogy sok, tehát nagyon sok dög jött, de még meg tudtad őket ölni, és ezért gyorsan fejlődtél. Most hiába jön sok dög, de rohadt erősek, azért nem tudod őket csak úgy megölni. És... szerintem halottak vagyunk. Nézzétek, milyen rohadt gyorsak, és ilyen... speed bónusszal indulnak, vagy én nem tudom. Gyújtó, nagyon jó. Hát ezt nem hagyhatom itt, tehát ez túl jó ahhoz, hogyha... Ha ebbe... Ha belehallunk, hogy ezért eljöttem, akkor meg is érdemlem. Yes. Persze megint felajánlotta a szikla az úzós, de túl jó ezé. Ezt nem merem mondani. Ú, de jó lenne most egy mágnes. Az most kritikus lenne egyébként. Még reménykedek benne. Á, nem. Te kár érte. Az egy jó taktika egyébként, János, bányászos drónokat szedett ki. Hát ez túl jó, hogy ott hagyjam. Még egy kis szerencse, meg krit esély. Hát HP-m nincs, ezt elfelejtettem menni, úgyhogy valószínűleg most meg is halunk. Ez az én hülyeségem volt. A töltés, nagyon jó. Szia, Bálint elvaló. Nem baj, nem szabad feladni. Feszülni kell, legalább jó küldetést kaptunk megint. Köszönjük szépen az RNG-zisznek. RNG-zisz mindjárt most már kedves hozzánk, áldja meg minket jó szerencsével, mert kell most már egy jó kör. Legalább izgi legyen, nem baj, ha nem nyerünk, legyen izgalmas. Mint a múltkor az a scoutos kör, az mennyire durva volt már. Azt hiszem, a scoutal volt az a brutális izgalmas kör. Ahol a végén valami apróságom múlt, hogy végül nem sikerült. Majd fogunk scouttal is menni, lehet, hogy megint meg... Ujj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 j, nem? Most taktikásan itt át kell válni magunkat, nem? Most... Van elég sérült szikla ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. Yes. Itt még jók vagyunk, ugye ez még csak a második szint. Itt még erősek vagyunk, és mindig a...
Mi seb ez? Így azért ez rohadtul nehéz. Még összedek egy kis HP-t, és akkor... Gonosz játék. Még több újat ötös sebességot. Kis rohadék pont köpött. Robbanj fel. Nagyon jó. Nem, bambultam, nem látom a sort. Érződik, hogy bamba vagyok most, és így azért jóval nehezebb a játék. Itt nem férek át sebzés nélkül. Tehát itt ezek az egy kis sebzések nagyon sokat számítanak el, mert 10 ilyen, és konkrétan vége a HP-nek. Nem, itt a vége, egyszer nem jutok ki. És itt már nem engedhetem meg azt, mint amit máskor, hogy jó, egy kisebb tömegen átmegyünk. Mert a kisebb tömegen átmegyünk, az minusz 100 HP, és 60 HP van. Ennyi. Hiába megy jól. Próbálok valamit, és a tömegen a sablás simán kereszt. Egyszerűen nem tudok mit, nem értem, pedig most még jó szerencsém is volt. És egyetlen kis hibát elkövetsz valahol, és jó napot. Már jó, most ez így nem igaz, de értitek, hogy mire gondolt. Olyan minimális lehetőség van a hibára. És én nem akarom azt, hogy váltogatom a klasszokat, mert idő mire beleszokok egy klassznak a működésébe. Nagyon kinkeserves most ez. Nem akarja a játék, hogy játsszuk. Tehát az elején olyan... Volt benne egy csomó élvezet, és most már a legutóbbi live-ban is két olyan kör volt szinte, amit élveztem. És azon kívül csak ilyen kínszenvedés, és... Mindegy, meglátjuk, nem akarok panaszkodni, de most nem úgy érzem, hogy ebből végtelen sok tartalom lesz még így, mert... Hát el sem tudom képzelni, hogy az utolsó pálya milyen lesz így. Tehát most képzeljétek el, hogy mindenhol jönnek azok a kis guruló szarok. Amik már a harmadik veszélyeségi szinten is idegesítők voltak, a négyediken pedig extrém nehézé tették. És nem fogok át... De nem. Nem férsz át. Egy sebzés nélkül nem enged át egyszerűen. Valahol valami kis szar rád mászik. Na és ilyenkor jön az, amikor ugye beszéltünk is erről, hogy miért van az. Csak megvan, hogy a pofázást abba adja. Hogy miért van az, hogy egy csomó ilyen játék ilyen nagyon minimalista, vizuálisan. Ezért. Mert ez a játék, ami szépen néz ki, itt mondjuk a sziklák mögött a legtöbb ilyen barna bogár elbújik, ez egy csomószor sérülök meg, úgyhogy nem is látom, hogy ott van az a rohadék. Meg ugye itt is a fényeffektiek miatt nem látod jól, hogy az micsoda. Tehát egyszerűen játéktechnikailag... Azt a rohadt. Játéktechnikailag fontos, hogy ne legyen túl bonyolult a játék grafikája. Mert különben ilyen apróságokon megy el sokszor, ezért, hát... Ezt vagy velük kibányáztatom, vagy ezért, hát ezt büdös életben nem fogom tudni ezt magamtól kibányászni. Itt mindjárt fölrobbantjuk. Sabdrón, nagyon jó. Hát a másik veszélyeségfokon mondjuk, ez kb. A nem tudom, elég pálya szintje volt. Ez a műzé. Tessék, minusz 40 HP. Ez hülyeség volt, nem kellett volna lehívnom. Van elmetek vége a meccsetem minden küldetést? Hát őszinte leszek. Annyira azért nem érdekel, hogy mondjuk kiszenvedjem magamból ezt a robbantósnak a harmadik szintjét. A harmadik, 60. szintjét. Mert katasztrófa az a karakter. Már a izé is szétidegesített ugye az a szarbaltás fúrós. Ugye a baltadobálós fúrós. Tessék, minusz 80 HP. Ennyi, hogy egy rossz kanyar tettél. Életed egy harmada. És nem tudod ugyanígy visszaszerezni, tehát nincsen bennpedig build a játékba vagy valami, hogy oké, akkor csinálok egy olyan buildet, amivel sebzés után töltődök. Cukor van, szintlépésből HP, meg
a szint végén, de hát nem tudok bányászni. És nem, konkrétan nem adott még bányászási sebességes upgrade-et. Tehát olyan, mintha a... Szerencse, bányászási sebesség, mozgási sebesség, mindjárt mondom, tárgyfelvételi távolság és TP-gyűjtési mértéknek a üzét lecsökkentették volna. Sokkal több fegyveres kapok, és abból meg szürke-szürke zöld. Mert ugye ezért kell megvenni a maxos szerencsét, hogy ezt kap. És tudom, hogy mindjárt meghalnak, de nem fogok tudni visszamenni a HP-ért, mert... Vagy HP-ért, na, TP-ért, csak már üzé van. Mert olyan sokat sebez mind, hogy nem engedtem, hogy a legkisebbök is megsebezzem. És ugye itt azért ez kritikus, mert az, az rengeteg XP. Most ezek mindig felajánlja a tankos upgrade-et. Na, ez nagyon jó. Ez viszont szuper jó. Hát ez konkrétan egy overclock. Mi sebzett meg? Ja, megint ott van rajtam egy kis dög. És itt szerintem ez, ettől vagyok ennyire frusztrált, itt a legkisebb kis dögnek is a sebzése, amúgy kb. Nem azt mondom, hogy eldönti az egész játékot, de hogy tényleg fontos. Tehát nem, egyszerűen nem nagyon hibás lesz itt már ezen a szinten. Persze, és nézzétek meg milyen messzire köpte az XP-jét. Pusztustalanság, ne továbbja. Adjatok egy izét. Nem. Nem adnak, hát ez van. 14-es szint, még így is jobb, mint sokszor lenni szokott, legyünk őszinték. Gyújtódrón. A fagyasztódrónnak nagyon rossz az alap setupja, tehát ott köröz körülötted és túl közel van hozzá. Igen, Belkrossz, így van. Szia Zsófi, hello, hello. Ja, ha Zsófi kérdez, hogy van-e vége a játéknak? Ezt mindenképpen meg kell venni. Szerencsére HP annyira most nem kell nekünk. Fejlesztjük ezt a... Azt mégis nem vett. Jó. De minden jussal lett volna rá izén, mert az fontosabb volt. Az a 35. elemi sebzés az túl jó. Jó lesz. Nem adjuk föl. Nem keseredünk el. Meg nem tudik. Nem hagyjuk magat. Kibányászok innen is érzett, hogy később föl tudjon szedni, amikor már nyakamon lesz minden is. Mert ugye ezek legalább lassúak, ezek a kis szarok. Mindenhol ott vannak, meg rohadtul elbújnak, és azért nem látod, amikor neki mész, de legalább lassúak. Ezt kell ott fölrobbantani. Jó, itt van nem két gomba, igen. Visszajutunk? Nem láttam ezt. Én voltam a hülye. Vagy nem láttam, nem figyeltem, bocsánat. Teljesség igénye az most fontos, hogy akkor szidjam csak a játékot, amikor megérdemli a játék. Na, hogy már szó érje a ház elét, így is éri eleget. Túlszaporodtak, veszélyen is se tudok játszani, sem túlszaporodtak a bögök, igen. Hú, holnap mi lesz melóba, hogyha... Nem remélem, hogy holnap összeszedem magam. Még már is sokat aludtam, mondjuk lehet pont ez a baj, túl aludtam magam kicsit. Nagyon jó. Nem. Bazz! Az ott egy szakadék. Na hát ez belekerült úgy 60 HP-ba. Ez a kis felismerés. Nem értettem, hogy miért nem tudok menni, amikor kibányáztam már a izét. Nem sebeztek meg, hagyjatok! Nem, köszönjük, nem kérünk savat. Nem, most nem bányáztunk nitrát, meg kell próbálni ezt kiszedni, mert legalább egy kicsi esélye van valami jóra. Nem, menj, ne se, ah, és nem jó. 55-ös sebez egy mini elit. Annyira abnormális, tehát nem tudom, szerintem ez túlzás egyébként. Tehát erre csinálják egy hardcore módot komolyan. Hát lehessen már végigvinni a játékot anélkül, hogy nem tudom, több száz órát játszva a játékkal, és
megnézed neten, hogy mit kell, mert lehet, hogy csak exploitolni kéne a játékmechanizmusokat, de ne kelljen már, tehát nehezen múljon már, hogy hajlandó vagyok-e megnézni a game guide-okat és azt szerint játszani. Tehát olyan ritka már manapság az a játék, amit arra építenek, hogy fán legyen, és ne arra, hogy kihívás legyen önökön, mert az összes idióta gaming streamer, aki hetente 180 órát játszik, azon elkezd hisztizni, hogy túl könnyű a játék. Mondjuk, hogy legalább lehessen állítani a nehézséget, és akkor nem kell, hogy vészesen izegyen, csak legyen mondjuk 20%-kal könnyebb minden, vagy, tehát legyen kevesebb a HP-ja, meg sebezzen 20%-kal kevesebbet, és már boldog leszek. Tehát ne az legyen, hogy oké, ez már nekem túl nehéz, tehát hogy legyen a... Na, mindjárt mondom, mit akarok. Ú, az most jó! Nem jött le! Asszus, na ez kár. Szóval... Szerintem annak lenni, oké, ez most túlnéz, de egyébként a nélségi szintet, nem pedig azt, hogy oké, ez túlnéz, akkor nem viszem végig a játékot. Értitek a mögöttes gondolatot? Dekár érte, hogy nem sikerült lehívnom ott, az nagyon jó lett volna. És most már nem fogok tudni visszamenni, most már mindenhol olyan tömeg van. Hát ez ennyi, kész. Második pályája, a ötös nélségi foknak, ez nem sok nekem. Úgy tűnik el kell engedni a játékot sajnos. Alapvetően nem lenne a Zsófi, de most már nekem is az ezen a szinten, tehát most már nem annyira fán, mint inkább rohadt idegesítő. Sajnos. Tehát olyan sok a sebez minden, hogy esélyem nincs. És meg, akkor mit, én most meg is fogunk halni. Tehát már meg sem, nem is érdekel. Jaj. Na. És ilyenkor adja be a jó dolgokat. Amikor már esélytelennek érzem, megint akkor szívott a játék ez, hogy ja, amúgy itt vannak az upgrade-ek, amiket eddig kértél. Tudjuk adni, csak nem akarjuk. És ennyi, utolérnek. Meg túl, nem tudom, túl gyorsan tudom kérdezni. Istenem, 150-szer megválaszoltam ezt a kérdést. Azt emeled. Idiotizmus komolyan. Na jó, elengedjük most ezt, és igen, scoutozunk, hát ha. Vagy lövészezzünk, nem is tudom. Az a bajom a lövésszel. Próbáljunk meg egy scoutot, és izé kéne. Nem is tudom, hogy mi lenne jó. Nem a mesterlövészt akarom, mert az ugye kinetikusra jó, és kinetikusnak ott lesz a lövész. Hanem... Hát megnézhetjük, hogy tudunk-e a Zhukovra építeni egy jó, vagy egy fagyasztós buildet kéne. Vagy... elektromos. Vagy hát vegyesen lehet mind a kettő. Stenger. Ez borzalmasan találó, de ugyanakkor nagyon rossz. Szia, Davy elvaló. Ja, csak ez az alapfegyver, ez olyan szer, ezt el is felejtem. Mindig elfelejtem, hogy olyan... hogy ilyen szar a Zhukovnak az alap izéje. Ezt nagyon gyorsan fel kell fejleszteni, hogy legalább inkább más fegyvert kéne gyorsan szedni és azt felfejleszteni. Tudom, hogy amikor elkezd forogni, akkor jó, de hát az ugye neki a harmadik izéje. És jó sebzése, csak ez nehéz ugye sokszor eltalálni a... Mondjuk itt még nem, a tömeg ellen nem rossz, a izéje ellen utálom. A elitek ellen utálom. Akkor puttyogtatni kell. Ez legalább gyorsabb egy kicsit. Gyorsabban halunk meg, vagy nem. Hát még azért kéne szedni egy virágot, mert ha máshonnan szinteződök fölötösse, akkor nem lesz aranyam, hogy újra róloljak, hogyha olyat dobom, ami nem tetszik. Jó. Nem szeretem a fagyasztó drón, de most meglátjuk.
Mert az viszont segít azon a problémán ugye, hogy meg hát ha tudom overclockolni arra, hogy megkeresse az ellenségeket, mert az jó. Ugye eznek csak az a baj ugye, hogy fix távolságra van tőlem, ugye azt nem szeretem. Aha. Megpróbáljuk, lehúzzuk. Nice, ezt pont így akartam. Hú, mondjuk ezek is jó. Most minden, most a bányászó sem lenne rossz. Mert ővele nem sokat fogok egy helyben állni. Legyen a nitra. Hát ha. Bár az arany jobb lett volna, mert akkor sokat tudok újra róla, mindegy. Jó. Kidodzsoltam a lávát, nagyon jó. Baltás build, az persze Bunny. Hasonló jókat kívánok neked is. Baltás build, persze. Kappázol itten nekem, he. Kéne alapanyagokat tenni, mert nagyon kevés van eddig. Nem csapsz meg, kis genyó. Valami alapanyagot adjatok már. Egy kis arany, legalább. Ott van lent valami. Na nézzük, van-e valami, bármi esélyem az eliteken, szerintem nincs amúgy. Nem. Rohagy meg, csak nem értik, hogy ne sebezzem meg. Ki akartam bányászatni velük. Most átmegyünk lefele. Nagyon jó. Á. Jó. Jó, a robbantósokat megpróbálom összegyűjteni és rá robbantani az elitekre. Még sebizni kéne az eliteket is, de hát nem tudok olyan szögbe állni. Mert mindig vagy a szikla fedi őket, vagy az ellenségek jönnek úgy. Na, ez a bajom az ukóval, ugye ez amit mondtam, hogy... Hát, szerintem ezt itt el is engedhetjük. Már nem engedem el, tehát nem fog meghalni, direkt meghalni, csak na, értitek. Hát, move-olnám. De hát, hogy move? Hát, ha ebbe belehúzom őket, akkor még egy kis esélyem van. De nem fogom tudni rájuk robbantani ezt. Átbányászok, akkor azonnal rajtam vannak. Hát... Menj már! Ám, addig kell... Igen. Addig kell volna menni, amíg izé. Elektronyos akkú. Nagyon jó. Robbanj. Lehet, hogy most már robbanni fog. Magnetó kéne. Ez most legalább jó volt sebzésre. Kár, hogy nem átütő a lövedéke. De hát ha a sebzését azt hagyjuk. Na, ott vannak még robbanósok. Robbanj! Mágnes, adjál mágnes, ez most segítene. Jó, akkor is HP, TP. És ilyenkor kapok ilyeneket tényleg. Vagy elektronos vagy fagyasztó kell. Jó. Nem ezt akartam, de csak ezt adja, úgyhogy... És ez automatikusan egy Z-re megy? Ah, már nem figyeltem. Szerintem automatikusan a legnagyobb HP-sra megy. De mindegy, mert a kinetikus ott úgyis rossz. Hát ez már szerintem all over. Ne sebezzetek meg! Legyen Mighty kis
rés a dögök között. Há? Folyamatosan sebződök. Meghalt meg. Hát a HP, az XP-t nem tudom összeszedni. Nem már! De miért sprinter utánam az összes dög? Rohagyj meg. Adj egy mágnest. Nem már! Így van, Benny. Jó, ezt most muszáj megvenni, mert enélkül esélytelen a következő szint. Úgyhogy ez most ennyi. De azért, hogyha nem veszem meg azt a HP-t, akkor... El is felejtettem azt a szintet. Hát olyan nehezen bányáztak ki a multikot. És jó, lehet, hogy amúgy is ilyen volt, csak végigjátszottam, de mondom, szerintem nehezítették. Csak én nem emlékszem erre az update notes-ba, tehát szerintem azóta patcheltek valamit. Á, nem. A quest azért, a Morkit az eddig is nehéz volt. De már nem ennyire, nem tudom. Adj is, nem fecó, jó vagyok, köszönöm szépen. Nem vagyok egy jó paszban. Morgok is sokat a játék miatt, meg szarul is még. De amúgy jól vagyok, meg amúgy nincs okom panaszkodni. Na jó, jó sokat takarítottam végre, már nem ráfért a lakásra. Az elmúlt hetekben eléggé elhanyagoltam. Nagyon sokat merózok, aztán kicsit nehezen veszem rá ilyenkor magam, és ugye egyedül élek, úgyhogy még csak olyan sokat nem is számít, mert úgy sem nyitja rám senki az ajtót. Effektíve nem számít, egy kicsit nagyobb a por, mint lenni szokott. Most dolgosan azért a csúvát nem hagyom el terjedni, de most kicsit porosabb, hát most, na Istenem. Nem akarok sebződni. Ah, nagyon jó. Jön a következő horda. El kéne helyezkedni előlük valahogy. Aha, hát nem így gondoltam. Ne érjetek utol. De legalább most egész gyorsan bányászunk. Ugye vettem egy pár mining speedet. Nem láttam azt a bogarat. Mindegy, nem baj. Túléljük. Ott volt arany, de hát mégis még megpróbáltam visszani. Nagyon rosszul sebzem a tömeget. Az, hogy sűrűbb lenne ez a pálya, mint a többi így sziklával, mert hogy a kristályos pályán olyan jól ment az, hogy kájtoljam körbe a... Ugye a tömeget, és csomószor csináltam, hogy csak pörgettem a tömeget az elit körül, és akkor ugye tök jól tudtam sebezni. Itt meg egyszerűen nem akar ez, nem látom rá a lehetőséget. És amint elkezdenék bányászni, hát nézzétek, mi van itt. Minusz 60 HP. Nem tudom, túlzásnak érzem egy kicsit ezt a játék oldaláról. De hát ez van, nem tudok mit csinálni, logikusan nem tudom átállítani sajnos. Nekem küldjük az energiát, és itt tudjuk ki az új Rimworld DLC. Hát Zsolt! Offstream lehet, hogy fogom játszani, streambe 99,9%, hogy nem lesz, de azért majd biztos ránézek, én tudom, mit vannak benne. Nem jutok, nem tudom, vagy hát visszajutok, csak rohadt körülményes. És itt vannak már az elitek is? Ja, igen. Hát ez tök 8. Ja nem, mert a lövedékes az a savast is növelte volna, na mindegy. Nem baj. Legalább arafanyagból és aranyból meg nitrából nem vagyunk olyan rosszak. Kéne egy mágnes. Ó, rohagy meg, nem vettem észre. Hát
there before the timer runs out. This works. The drop pod is not going to hang around. You don't see these every day. Jó, ez most még egész jó is volt. Mozgási sebesség, jó, fogjuk rá. Egy kis morkit az XP miatt, ezt még kibányászom, aztán suhanyunk be, mert igen, le fognak, nézzétek meg ezt a sab, nem tudok itt állni, ezt a sab mennyiséget nem élem túl. Basszus, de rohadt nehéz. Na jó. Most nem veszek HP-t, szerintem most ezt túléljük. Hát én nem tudom. I always waste my money on cosmetics. Just the upgrade I was looking for. Meglátjuk. You have your objectives. Meglátjuk. Legalább most arra is szintre eljutottam, és azért annyira nem volt életveszélyes. Bár tény, hogy sajnos akkor tényleg azon, hogy vissza kell ahhoz térnem, hogy meghagyom a droppodot az rétek ellen. Mert egyszerűen túl szenvedős, hogyha nem. Kár. Meg egy fagygránát jól jönne negyedik fegyvernek. Ez továbbra is egy nagyon jó kis fegyver. Fagygránát, fagydrón, meg a drónokat ugye ki kéne overclockolni. Hogy fölkeressék a... Folyamatosan a tömegom. Már itt az elején az van, hogy tök lehet, hogy hova mész, nem tudsz elkezdeni bányászni, mert mindenhonnan folyamatosan jönnek a képernyő széléről, vagy nem igaz, hogy nem tudsz elkezdeni, csak sokkal nehezebb. Tehát minden szempontból nehezebb. Tehát aránytalannak érzem az ugrást a 4. és az 5. szint között. De és ezzel sincsen alapvetően gond, tehát mondom, itt nem azt akarom mondani, hogy ettől szar lesz a játék, csak szerintem ezért én azt gondolom, hogy ezért rossz döntés volt a készítők oldaláról, hogy itt úgymond csomó ember számára itt fog eljönni ez a pont, ahol inkább abba hagyják a játékot, mert ez már extrém nehéz, és nem az, hogy abból csinálnák egy hardcore módot, vagy valami, hanem csak simán az utolsó nehézségi fok, az megcsináltatlan, de hogy úgymond része a pályáknak, tehát nekem ilyen tök nagy csalódás, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Tehát akkor legyen egy endgame plus, vagy valami, ami direkt arra van, hogy igen, ez a nehéz. És nem tudom, értitek biztos, hogy mi a izém. Legyen még egy elektromos, ugye, akkor két fagyasztó, két elektromos. Nem. Nézzét akarok, fagyasztógránátot, nagyon jó. Tudom, hogy ott volt a frisbee, ami nagyon jó, de azt csak elsőnek vállalom be. Itt már sem értem elkezdeni kihúzni, túl késő lenne, ha el is jutnánk oda. Még tudjuk, hogy nem szeret... Na, hát ha hát akkor robbantja. Nem robbantja föl, majd most. Jó. És ott a magnetó. Nem! Bezzeg a... Ezért most nagyon kár volt. Ez most szomorú volt. Ez most... A bunda. Hogy tetszik a nyílt szápa? Még nem tudtam soha úgy igazán ráfeküdni, hogy kipróbáljam, ezért nem tudok róla nyilatkozni. Szerintem amúgy lehet jó. Biztos vagyok benne, hogy lehet jó. Én még nem tudtam annyit használni. Ez valami isteni csoda volt. Én még nem tudtam annyit használni, hogy véleményt alkossak, azt szerintem egyébként lehet jó. Bár azt gondolom, hogy minden fegyver lehet jó, csak van, amihez több RNG kell, van, amihez kevesebb. Ez szerintem olyan, amihez azért relatíve kevesebb. Áó. Karom annyira nem érdekel, mert az csak 9-es sebez. Ugye így páncél nélkül is. Aznak például szerintem nem nő a sebzése a nehézségi fokkal. Csak ugye több van belőle. Aha. És merre? Nem? Kis rohadékok. Hát... Lehívtuk már? Ja, lehívtuk már ezért. Jó. Még nem akartam. Ja igen, ott annyira lehangolt az, hogy fölvettem a magnetót, hogy nem is figyeltem. Mi sem ez? Ja, a lábak jó. Gyerünk. Jaj. Jó. Ez most szerencsés volt. Most jókor bedobta ezért. Jók nagyon a fagyasztók. Aha, ennek most nem örülök, hogy ez pont ide jött.
Akartam ide följönni, hogy hátra találok még morkitot. Neki kéne ugye még egy kicsit bányászni, kéne az a 30 arany. Nem baj, még nincs semmi veszve. Most gyorsak vagyunk, úgyhogy most agyatlanul menni kell föl. Rohadj meg, majdnem bele sétáltam a sabba, mert ugye mini térképet nézem, mert barom vagyok. Gyerünk, gyerünk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjünk. Jó, pont meg le. Na most valahogy le kéne ezeket sebez... Á! Egyszerűen nem, tehát bekerülsz egy rossz helyre és vége. Kár, nem sokon múlott. Egyetemen jobban megy ezzel, mint a... ezével. De ezzel az ukóval nem vagyok kívülkével, próbáljuk meg a sima deepcore-t. Jó, jó a dodzsolás, de ez az ukó, ez továbbra sem, nem, ezt egyszerűen nem tudom megszeretni. Ezek közül a kisratat a fegyverek közül szerintem a leggyengébb. És ez ugye a harmadik overclockjáig meg egyszer nem jutok el, vagy akkor csak arra megyek, és akkor oké. Meg lesz, hogy körbe putyogtad, de cserébe minden más fegyelem rohadt gyenge. Tehát, hogy akkor azt kell, hogy csak szürke, hogy szürkét, meg mindent is elvállalok, de hát... Itt egyszerűen nem, tehát itt nem engedheted meg, hogy már csak egy-két szintig is olyat vegyél föl, ami azért legalábbis, hogyha olyan béna vagy, mint ilyen, akkor nem. Hát sajnos ügyesebb már nem leszek. Aztán, hogyha ez most nem jön be, akkor menjünk egyet a lövésszel. Mindig fegyvere megvan már az overclock? Nem. A bányásznak jött azt hiszem egy új fegyvere, arra az még nincs meg. Meg is belegyaloglok a izébe. Nem szabad túl sokáig a level up-os screen-en menni, mert elfejtem, hogy hol voltak a közelembe dögök. Jaj, de jó. Na jó. Próbálok kitalálni valamit valahogy, de nem tudom, hogy mi lesz. Olyan annyira nyögvenyelős, hogy... Szerintem nincsenek meg azok a pillanatok, amikor azt hiszem, hogy na most elkezdtünk olvasztani, ugye ami eddig megvolt. Ja nem, ezt most meg kell hagynom, mert... Sos nem engedhetem meg, hogy a... behívom előre, ezt meg kell tartani sajnos a bosszra. Nitrából nagyon rosszul állunk, nitrára szükségem lenne. Nem akarok belemenni, mert 50-et sebez rajtam már most a izé. Ez egy kicsit zavar, itt már nem engedhetem azt, hogy jó, most akkor beszélek itt egy sebzés, nem. Nem, mert utána 30 aranyba kerül, hogy az egy bogár megsebzett. Jó, túlzásként, de értitek. Na, ez mondjuk jó. Na egy, ez nagyon-nagyon jó, csak már annyit szívott a játék, hogy már egyeneknek is elég tudok örülni. Tessék, ilyeneket miért nem adott eddig? Most ezek hiányoznak, tehát kisebb szintre, mint hogyha nagyobb szerencsét, olyan, mint hogy én kapnál egy ilyen szerencse minuszt, amikor magasabb szintre mész. Hogy... Kisebb szinten csomó szor volt az, hogy az első szinten egy csomó tárgyhevítő távolságot kapok, és most meg ez első köröm, hogy úgy érzem, hogy kaptam is. Ezt itt ki kéne bányáztatni velük. Próbáljuk meg.
menni itt egy kört. Nem jó, nem jó, nem jó. Gyorsan fel kell robbantani. Jó. Hát, ouch, ahol rohagy meg. Azt nem, hogy át tudom bányászni. Jó, biztos én is fáradt vagyok, és most nem tudok annyira figyelni. Tehát biztos jelzésem úgy belejzébe, hogy mitől vagyok fáradt. Mondjuk lehet, hogy nem kéne 6-7 napot dolgozni egy héten. Ez némileg segítene. Ez jöhet. Fagyasztó vagy átütő? Miért egybe adja a kettőt? Átütő túl jó. A bunda? Tényleg kéne egy ilyen táblázatot vezetni, hogy, hogy mikor adja be. Fagyasztógránát? Jó. Mert a bogásokkorú is jó. De nem, kell a fagyasztógránát, egyszerűen... rohagy meg. Elsőszem, hogy ezt megúsztam, jó. Tűnjetek innen? Jó. Muszáj voltam bemenni. I'm gonna be the best survivor. Sure, why not? Gimme. Hát, feels rare, feels right. That's work to be done. Abanad miner. Na. Jaj, természetesen. Bulukalap. Nem illen gyorsan elkeltünk mi, mert már most sarokba vagyunk. Kis genyók. Ezért jó a nyílvető, ugye azért próbálok ilyeneket üzélni, mert kapják ugye, plusz most már a deepcore is ugye átüt. Csak hogy a minielitek túl erősek ehhez. Sajnos. Azokra jó lett volna rárobbantani a sok növénykét, de mindegy, most már még meg tudjuk tenni, hogyha ügyes vagyok. Jó, itt megúsztuk. Hát. És ezért robbantos, ez nem robbantja fel a növényt, hát ez nagyon jó fej. Ez van. Magnetó. Na, erre figyelni kell viszont. Újra töltés. Nem fogsz megsebezni, kis rohadék. Rohadj meg! Csak megsebeztek. Most itt ölni kell sokat. De le kell jönni, hogy jó közel rakja, lehetőleg, igen, ide rakta, jó. Gyújtó vagy fagyasztó, legyen fagyasztó. Gyerünk! Rohadj meg, mert csak megsebeztek, nem baj. De kicsit ölni kell őket, hát egy kis HP-t azt felszedjük. Most még olyan sok HP nem hiányzik. És mindjárt lemegyünk azért a... Jó. Az egyik az még sajnos nem volt lefagyva teljesen. Nagyon jó. Elmértem egy kicsit. Jó.
Nem fog tudni elmenni, hát... Háj, nagyon ezt nagyon benéztem. Öld meg azt a szart. Öld meg azt az egy rohadt... Addigra ide ér 20 másik. Nem bírok elmenni a mágnesért, jó mindegy, megpróbáljuk őket elhúzni. Csak ugye mindenhol spawnolnak folyamatosan, és így rohadt nehéz. Mennyi mágnes. Jó. Jaj, le kell menni az itemért is, tudom. Adj valami jót. Csak éljem túl a szintet. Másik, ez hihetetlen. Olyan érzésem, mint hogyha ilyen harmadik, negyedik szinten lennék már, mert olyan rohadt kemények. Na most végre van helyem egy kicsit itt tekergetni őket, hát de azért nem lesz elég sebzésem. Ujj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 
Nagyon jó. Még nem veszett fejsze egyáltalán, most kezdünk egy kicsit táposabbá válni. És hát sajnos a bogarak is. Itt 20-20 HP már nem sokat számít. Ne. Arról hagyjatok meg, jó? Csak egy sebzés, ez nem életveszély. Hagyd meg. A nyilvetőt akarnám kifejleszteni, de... Na igen, ez a jó, amikor ezt meg tudom csinálni, hogy kapják tömegbe. Kisebzés. Na, a deepport kellett volna kifejleszteni, mindegy, de mondjuk ezt szürkére nem fog pazarolni. Ez már jó. Fagyasztó vagy elektromos? Fagyasztó. Átütő és fagyasztó az nagyon jó együtt. Mert akkor ugye az egész tömeget tudja nekem fagyasztani. Á, rohagyjatok meg. Ez most jó, ezt most nem lenne szabad elengedni. Erre most nagyon még a... erre most rá kell feszülni. Mondd, hogy le tudok ide jönni, mondd, hogy le tudok ide jönni, és nincsenek túl sokan. Jó, még mindig jó. Egyre rosszabb, de még jó, oké. Már látható volt itt már vége a spónolásnak. Nagyon jó. Most egy kicsit beszorítottam magam. Gyerünk. Jackaboy, sebezzél már valahogy. Ajjaj. Muszáj, ez a vagy... Itt a vége. Nem fog tudni eleget sebezni most már, hogy megöljem, és ez olyan tömegbe jönnek, hogy már nem tudok mit csinálni. Hát, talán. Gyerünk. Ögölj már meg. Végre legalább egy kör, ami egy kicsit izgalmas. Annyira heróton volt. Nem lesz meg a küldetés, de most ez a legkevesebb. Veszünk HP-t is majd a kör végén, arra el is megy az aranyunk. Jó. Teljes értelő, muszáj. Jó, nem kockáztatunk, bemegyünk. Bugásokról jó fegyver, nekem nagyon bejöttek még. Azt kijelentse, hogy még csúszszak is, persze. Na, ezt meg sem nézzük az aranyba kerülő dolgokat. Újra rollolunk, hogy hát a kapunk a... Ja, de kaphatok, igen. Na, erre gondoltam. Ennyike. Meg kéne nézni a legutolsó overclockját a nyilvetőnek, hát ha mit én egyszer 4 felélő vagy
nem tudom, kilő egy nyilat, ami felrobbantja a pályán az összes bogarat. Valami ilyen apróság. Én azért szeretem a bogás sokkolót, mert falon keresztül is sokkol. Azért szeretem az összes sokkolós meg drónos fegyvert, mert nem érdekli, hogy fal van köztetek, hanem úgy átlő a falakon. És ez emiatt nagyon hasznos tud lenni, amikor mész át egy helyre, ott van egy csomó bogár, még nem tud őket lőni, alapvetően mert ott van előtted a szikla, de a sokkolós fegyverek már úgy átsokkolnak a falon. És emiatt én nagyon szeretem. Ezt is, a bumerángot is azért szeretem, meg ugye azért, mert az gyűjt az XP-t. Lehet amúgy, hogy azt kéne továbbra is, hogy... Jó... De sokan... megint a harmadik szint. Nem tudom ezt, hogy lesz meg. Már most érzem, hogy olyan ugrásszerűen keményebb lett, hogy rögtön jönnek. Spinterem az összes rohadék. Pedig még jó küldetést is kaptunk. Nem tudom, bármi számítan ezen a szinten a 30 arany. Vagy a... Vagy ez a kis XP-ke. De hát úgy, én sem. 69-es sebzett az egy gömb sav. Na jó. Akkor nem hagyjuk, hogy többet leköpjenek. Nem gondoltam, hogy ez ilyen sokat sebez. Na, pont izé. Pont lefogyasztottam, jó. Persze. Na jó, nem mindegy. Visszalökés, vagy gyújt is? Gyújtson is, csináljon mindent is. Az a jó, mert akkor minden dotból kapnak egy kicsit. És ugye, azt hiszem, átütő is. Ja, nem üt át. Vagy átüt? Nem tudom, én már nem. Nem emlékszem, mert legutóbb is ezt beszéltük, hogy nem tudtuk megállítani most. Van, ami átüt, van, amit robban, van, ami izé. Szerencsére elég sok mindennel fagyasztok már. És az egyébként nagyon jó a tömegek ellen. Ja, összezanzásítja őket a... És ezáltal egy robbanós, az ugye sokkal többet sebez, egy átütő lövedék nagyobb tömegen megy át, stb. Azt még nem kellett volna, nem baj, így se rossz. Az jó lesz, az ott nagyon jó lesz. Nem köpszek is rohadék. Az ott szerintem robbanni fog már, nem? És megint pont. Az a baj, ugye úgy működik, hogy amikor közelész egy robbanós, az elkezd remegni és felrobban. Ha lefagy, miközben remeg, akkor miután kijött a fagyasztásból robban fel, viszont hogyha akkor érsz oda, amikor le van fagyva, akkor nem érzékeli, tehát nem látja, hogy ott vagy, mert le van fagyva, és nem kezd el remegni. Tehát emiatt nem egyszerű. Ahogyha lefagyasztod őket, akkor nem nehéz egy kicsit, mert nem... Én figyeljünk, hogy mikor mész vissza a közelébe, hogy felrobbansz. Gyorsaság. Nagyon jó az a mozgékonyság, amit a scoutod amúgy. És kétszer sebződtünk, de mind a kettő csak izé volt. És neki akarom húzni ezt a fegyvert. Nice. Ez is nagyon menő lenne, de... Jó. Jöjjön, mind a kettő fagyasztós, jó. Na eddig most vagyunk ebben a live-ban, most vagyunk a legtáposabbak. Ez a sok fagyasztós. Hát hiába, scout. Janúj scoutot játszottam. Ez jó. Hát move-olnám, de... Adjál még fejle overclockot. Új. Ajajajajaj.
kell próbálni ezt kibányászni, kelleni fog a nitra. Adjál itt le, please. Robbanj, ne! 120-as sebez egy robbanós. És ez, még két szint van. Esélytelen. 120-as sebez egy rád robbanós. Tehát ugye mindig ahogy mész egyre mélyebbre, egyre többet sebeznek, de hogy azért ez már nem normális. Elkötöm, ha kell az összes pénzemet. Na, csak megadtam. Rohadj meg. Szikla és nagy jelen felkeltetés nyilag szétvenek, sebző elektromos mezőt hagynak hátra. Vagy egyszer az összeset kilövi. Minusz 30 tűzgyorsaság, de egyszerre az összeset, és most már milyen 4 típusú van, szerintem ez most extra durva. Hát kár, hogy meghalunk itt és most, mert túl nagy a tömeg, de... Á, nem elég nagy ez a szikla ahhoz, hogy ezt itt kihasználjam erre. Így van. Pedig nem volt rossz amúgy. Bár megint így is nézzetek meg, hogy mekkora volt az és a deepcore vittem ezzel a sebzést. Jó. Még egyet megpróbálunk. És megpróbálok egy kört, adunk a bumerangnak egy lehetőséget. Deepcore-t kihúzzuk, kiklokjuk, amit tudjuk, mellette a bumerangot megpróbáljuk, hogy gyűjtsön nekünk, tehát mágnes bumerang, mert szerintem az lehet döntő. A nyílvető nem volt rossz, de amennyi ízébe lement, nem éreztem azt, hogy olyan erős lenne. Inkább single targetelen, de itt egyszerűen tömegek akkor túl kemények. Ez nagyon jó kezdés. És hogyha ez most nem jön be, akkor most a következő kör az már lövészezés lesz. Még jó, hogy kidodzsoltuk, amúgy ez most megsebzett volna. Iron Jesus azért egy kicsit megkímélt, ha már ilyen szemétgusztustalan nagy hitboxa van ennek. Legyen meg minél hamarabb az overclock. Ezt így gyorsan el kell menni, aztán vissza, és itt állt. Még nagyon keveset sebzünk, itt nem engedhetem meg, hogy bevárom a dögöket. És itt meg is kell hagyni, jó, ki van húzva. Jó. Hát így azért egy-egy próbát adjunk neki, tehát csak így azért nehéz, hogy nem hajlandó beadni az egyik alapfegyverét. Köszönöm, és jött a gombás küldetés. Miért ez ilyen hangos ez a tocsogás? Na, hagyd meg. Gyerekek. TP gyűjtés, az jó. Úgy érzem, mintha már 50 gombát begyűjtöttem, azt még, ja, még csak izé. Most ezt meg. TP gyűjtés. Na. Jó. Most minél hamarabb rá kell menni erre a hülye izére. Az első pályát úgyis ki tudjuk húzni gyakorlatilag csak a izéből. Menj innen, hagyjál békén, ne! Á, ez hülyeség volt. Á, jó, legalább csak egyszer sebzett meg. Kérem, mind az XP-t? Ez konkrétan egy szintet jelent ilyenkor még az XP. Jó. Mert az, hogyha nem adja be, akkor úgy sincs értelme próbálkozni vele. De akkor el is engedem, most nem akarom itt nem tudom hány kört menjük azért beadja. Ugye nem szereti beadni a mágnesest. Sajnos, mert ugye tudja a játék, hogy ezt szeretem, úgyhogy ezt nem adja. Arany. Ott az arany, igen. Köszönöm.
kibányászni nem fogom tudni. Néznek, itt van egy rakás arany. Majd jönnek a nagy dögök, majd azok segítenek. Nem pont így akartam. Kb. De nem pont így. Nem akartam megsebződni mondjuk. Nem életveszély, de... De ők, hogy mennek, hogy minden pont megsebez, hát nem igaz. De én vagyok megint a kapsi. Mert ha megbejön, akkor nagyon hamar visszaadja a belefektetett XP-t. Mondjuk így azért nehéz lesz. Magától se sajánlja, hogy minimum egyszer, de inkább kétszer újra kell rollolni. Elsőszem, hogy ezt megúsztuk sebződés nélkül. És már itt vannak az elitek. Ó, oh, az baj. Nem baj, még semmi nincsen veszve. El kell menni és rájuk húzni a izét. És reménykedni a legjobbakban. Na. Na és akkor most mehet a Deep Core fejlesztés. Ezerrel. Mert Deep Core-t én tudom is, hogy mindig barom jó fegyvernek tartom. Hol van amúgy a... Odunk. Ott van. Hali, hali. Sapköpöket, gyűn, de nem egy apró törpére, Mauni. Ez egy nagyon rossz ötlet. Összetákolt, az összetákolt az jó, de lehet inkább a plazma karabélyozzunk. És néznek, felrobbant rögtön. Elfog, nem fog eljutni a izéig. Hát így talán igen. Pont jókor jött a level up, mert ugye odébb lőtt a dögöket, és nem 150-et sebződtem, csak 20-at. Kb. Némi költői túlzással. Nem tudom még azt megölni, de... Nagyon jó. Szuper. Udani, hello, hello. Na nézzük. Fagyasztó. Átjött a jobb lenne, se rossz. Kapjon még. És ennyike? Nem, újra rollolunk, és még egyszer újra rollolunk. És tárgy fejlődési távolság. Jó. Ezt úgy sem, mintha nem látnánk. Ez csak a szokásos szivatás a játéktól, hogy adja csak akkor, amikor sem, amikor nem tudod megvenni. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Csinyán kell bánni a nitrával, arra majd figyelni kell, mert ugye most lassít minket, de nagyon jó, tehát ez már most ez 50% sebzés pluszba minden fegyverre, tehát ez annyira erős ez az item, tehát ez ilyen nagyon-nagyon táv tud lenni, és mert a scout alapvetően elég gyors, ezért rá talán annyira nem is életeszébe, szerintem a lövészre a legdurvább. Ilyenkor ezért beadja a dodge-ot háromszor egymás után, amikor a kettes sebzést kell dodge-olni a lávából. És rohadék. Necces, necces. De megértem, mert most már nem tudnak olyan könnyen elérni hozzám. Ouch! Ugye a Morkitot és a Nitrászettem kidélek először, hogy növelje pluszba a sebzésünket. Dobbany, úgy. De a rohadt sap, úristen, de utálom. Annyira érdekesek ezek a sapköpök, mert a
A tömegen keresztül sokszor nem is látod a savat, csak amikor már kijön a tömegből, és tök közel van hozzád, ugye? Vagy hát lehet látni a tömegen keresztül, csak nagyon figyelni kell, és akkor meg... Jó, ez... Ah, oh, nagyon jó. Pont meghalt a bogár, amiben belesételtem. Nem téged össze fölrobbantunk. Jó, ez megvan. Rassulk vagyunk. Ja. Na, túl hamar hívtam le. Elbambultam. Bemerjem vállalni? Bemerjük vállalni. Valószínűleg a végemet jelenti, de legalább érezzem meg kicsit azt, hogy sebzek. Muszáj a deepcore-t kihúzni. Nem is tudom, mi a deepcore-nak a harmadik. Nem is tudom, hogy ki overclockoltam már fullra a deepcore-t egyszer. Biztos amúgy volt már. Fukkanjatok ki? Ah, jó. És még így is alig-alig olvasztunk. Ami ugye baj, mert jó lenne hátra valami jó sebzés, hogy legyen értelme a mágnesnek, de hát ez van. Na, az is szedeget. Fagygránát. Az továbbra is nagyon jó, mert amúgy a sebzése sem rossz, amellett, hogy ugye vagy az. Meg ugye a közvetett sebzése jó, amit ugye más fegyvereknek ad azáltal, hogy lefagyaszt egy tömeget. Átfő, yes! Kis rohadék. Nem merek oda menni, akartam mondani, mert fel fog robbanni. Újratöltés, ez jó. Akkor is, hogyha nem fegyverspecifikus. Most ez kicsit, ez most szívás lesz. Meg torpantam, robbanj fel, ó! Istenem, és fölrobbant, csak... Nye? Nem akkor, amikor akartam. Nem sebzünk eleget. Hiába nitra nem. Nem tudom, hogy de mi kéne. Olyan tankos lett minden ellenség, és ez nagyon sok játékban panaszkodtam már erre, hogy ugye utálom, amikor úgy nehezítenek egy játékot, hogy az összes ellenség egy bullet sponge lesz. Nem, kész, ennyi. Ha fölfele megyek, akkor rám robbannak a növények, ha lefele megyek, akkor... Na jó, azt hittem, hogy itt van már a szakadék. Talán itt még túlélek. És közben jön szembe a sav, mert ugye a faron keresztül is tudja, hogy hol leszek, az is rohadék. Hát... Szép volt, amíg tartott. Itt az ideje kipróbálni a rész, de én amúgy most ezt érzem, hogy egyszerűen nem. Tehát, hogy... Ez az ötös nehézségi szint, ez nekem... Én ehhez már nem vagyok elég jó. Hát a négyik pályára szerintem eddig nem jutottam el, vagy egyszerre talán eljutottam, de hogy... Nem úgy megcsinálni a boss-t. Akkor ne add a deepcore-t, hát Istenem... Szemét lett a játék. Amúgy itt is ugyanaz, mint a Powerbird-ből, nem lepődnék meg, ha egy nap kiderülne, hogy... Ja, hát a bónusz, ami elvég szerencsétlen, az minuszba ment, csak nem vettük észre. Aha, na, plusz sebzés, minusz tűzgyorsaság, amúgy ez jó lenne, mert átütős, plusz sebzés, plusz újratöltés sebesség, és minden egyéb fegyver, nem.
Hát, szép volt, amíg tartott, de úgy érzem, hogy az eddig. Ez eddig tartott. Hihetetlen eldodzsoltam a robbanást. Konkrétan most meg... Á, nem, 132 HP van, de kb. Meghaltam, hogyha most ezt nem dodzsolom el. Kis hián. Nem akarok? Ah, Istenem, jó, 50 sebb ez egy ilyen. Ezért nem maradhatok. És nincsen el anyam. Akkor hagytam abba, amikor az utolsó szinten minden nagy szörny halhatatlan volt. Mondom, ez jó szíves. Nem találkoztam, igen. Ez jól hangzik. Az jól hangzik. Gyorsaság, krit esély, sebzés, igaz, mert már... Ja. Igen, semmi nem lehetetlen, de valahogy nem érzem ezt reálisnak. Valami hiányzik. Valami unk. Itt már a páncél nem fog segíteni, tehát hogy most százas sebeznek rajtam, hogy tehát ezen a szinten, hogy már egyetértek abban, hogy a páncél sajnos nem számít. Akkor számít, hogyha a kicsik sokszor megsebeznek. De így a nagyok ellen már semmit. De hogy milyen jól izé. Csak ugye a sapkökőkkel nem számoltam. Kis gagyikat nem ilyen jól sebzem amúgy. Abban most azért nagy ugrás volt. Tehát, jaj ne, túl hamar váltam ki. Adj valami jót! Hát ez elég unalmas. Itt most átmegyünk, jó. Nitra kell nekünk, amennyit tudunk. Sebzés, nem érdekel a mozgási sebesség. Legább dugovistitusként minél többet magunkkal vigyünk a halálba. Na most kezdtük el a kicsiket olvasztani, de hát itt már nagyon késő ehhez. És úgy, hogy ehhez kell plusz 90% sebzés a nitra, a pácolt nitrából. Ennyi. És így 280 sebzés, így. Mert három ellenségnél rosszul mozdultál. És milyen jó volt a izének? A kábítótarulnak a sebzés. Ez viszont meglep, pedig ugye az egyetlen overclock, amit kihúztunk vele, az a izé volt. Na jó, lövész. Adunk neki pár lehetőséget, de lehet, hogy ez ennyire, srácok. Nem adja most. És nem élvezem, az a baj. Nehéz, hogy erre se fogunk próbálkozni, az egy elég... Még kedves bírt hozzá. Nem tudom, hogy mi kéne. Turetek hiányoznak? Nagyon sokat mentem beltalán a turetes bírddel. Nem. Tehát egyszerűen... Ezen a nehézségi szinten... Számomra már csak az RNG tud egy kört lehozni, mert én már nem vagyok elég jó hozzá. Szerintem túl nehéz a játék egyébként. Itt. Legalábbis nekem egyértelműen, én azt mondom, hogy az átlag player itt már elvérzik. Tehát nem, meg lehet csinálni, csak ez már nem élvezetes, hogy azért kell 700-szor lepörgetnem a pályát, hogy hát ha egyszer a megfelelő RNG-t adja. Hát, Robin, nehogy azt hitt, hogy nem szívesebben játszanék most azt így ezek után. Bár bevallom szinte most minden szívesebben játszik, tehát továbbra is baromi jó életetnek tartom. Akit érdekel, vegye meg, tolja, ne felejtsük, hogy... Anyas?
nem látom, Istenemmel, de utálom a YouTube-ot, a nyomorékú jelöl mindent. 11. live ebből a játékból, tehát. És ugye voltak ilyen 5 órások is, tehát nem hülye vagyok, meg is tudom nézni. 55 órám van a játékban. Mennyi? 7 vagy 8 euró? Hát erre azt mondani, hogy nem éri meg, és ezért mondom, ebből persze volt, hogy morogtam, meg hisztikésztem, de a legtöbbnél ennek ellenére is élveztem a játékot. Most ez az 5. nehézségi szint, amire azt mondom, hogy ez már nekem kicsit ilyen... A résvágó egyébként nagyon jó volt kihúzva. Próbáljuk meg én kioverklokkolni a résvágót, mert ez legutóbb is brutális, hát annak volt ilyen a 18 milliós izét. Múltkor a savasnak volt, ami 20 millió sebzés, és nem is tudom már, hogy minek. Most, hogyha ezt hamar ki tudnánk húzni, az menő lenne, mert ugye alapvetően tök jó sebzést ad nekünk a... Nem villámfej. Mi a szar az? De villámfej. Jó, erre ennyit tudtam szenni. Ezt nem figyeltem, hogy ez mi volt. Ja, ott van még ezért. Ezt nem kellett volna még itt átvájni. Ne! Oh, jó, megmenekültem. Hát, ha kezdj el lőni, azaz. Ez a villámfej, ez még mindig brutális. És nincs rajta semmi izé, és így is olyan sebzése van, hogy egyszerűen beszarsz. Jó, tényleg annyi, hogy lassan tölt újra, meg egy irányba kezd előni, és akkor végig arról, tehát meg kell tudni vele lövöldözni, de amúgy szerintem eszméletlen jó. Nagyon jó. Tudom, hogy most még nincsen elemink, de még lehet, és az túl jó volt, hogy ott hagyjam. A többi meg nem volt olyan extrém, tehát felvételi, köszönjük. Ah, ezt hihetetlenül megúsztam. Nem akartam se a kicsibe belemenni, se a nagyba, és ilyenkor szoktam általában magamra robbantani. Oké. Ez egy overclock konkrétan. Na, szóval... Igen, szóval lövész. Jó, és most el kell kezdeni rámenni a izére. Most már, hogy ez átütő lett, ez már így eszméletlen brutális. Mi jöhet emellé még erős? Nem kell az... Nem is tudom. Gondolkodok, hogy azért ólomvihart kihúzzuk-e. Nem, jó lesz ez. Rohagy meg. Nem akarok... Jó. Csak az egyiket öltük meg, az jó. Nagyon körbevettek, az viszont nem jó. És persze a rossz irányba kezd előni a rohadék. Azért most kár volt, nem baj, most jó irányba lövünk. Utána el kell jönni így lefele. Mit akarok most kihúzni? Ezt. Jó. Nagyon jó. Gyújtson vagy ionizáljon? Mivel itt minden ég amúgy is, azért ionizáljon. Jó, ennyi volt. Lehetne rosszabb is. Jó, lehetett most sokkal rosszabb is. Jezsuzsó, hello. Szerintem ez nincs benne a Game Pass-ben. Vagy most már beletették, Zsuzsó, mert a Deep Rock Galactic... eredetileg... Na, a Deep Rock Galactic volt benne, és a Survivor nem.
Mert megtetszett ráadásul most ezt, és igen, Robin, így van. Egyetértek amúgy teknőccel, tehát szerintem amúgy megérdemlik a játékkészítői. Még akkor is, amikor szidom, morgok. Tudjátok, hogy minden, tehát én egy borzalmasan kritizálós, legalábbis, na, tehát ő. Szeretem kritizálni a dolgokat, tehát az, hogy én valamire mennyit panaszkodok, az nem azt jelenti, hogy az rögtön rossz, szerintem. Csak logikusan kiemelem a negatívumokat, mert ilyen vagyok. Nem akartam újra rólolni, mert már szegúgy csak a pincsem jót. Ó, virág nagyon jó. Benne van? Tényleg? Akkor beletették. Na, srácok, tessék. Még egy ok, hogy Game Pass vegyetek. Úgyis a Lightning Frontier is benne van. Deep Rock is benne van, sima játék. Nem tudtam, hogy a Survivor-t is beletették. Eredetileg nem volt benne. Inkább itt a törpék, mint Móriában? Na, hát János. Az egy tökéletes példa arra, amikor azt mondom, hogy na, hogyha panaszkodtam játékra, hát arra panasz, arra csak panaszkodtam. Pedig ugye ott is azért panaszkodtam rá annyit, mert az alapkoncepció annyira tetszett. Tehát ez, hogy oké, lemegyünk együtt, építgetünk, fedezünk, hozzuk ezt a gyűrűk ura feelinget, ez amúgy... Úgy, ez baj. Mindegy, a legrosszabb részét azért megúsztam. Gyerünk. Lövölj meg! Honnan ma arra lőtt? Mindegy, már nem tudtam kihúzni. Jó. Résvágó, gyerünk. Azaz. Pinci van, meg pusztulci. Azaz. És kapják a sebzést, nagyon jó. Adjál résvágót, mindegy, ez is jó. Nem túl sokat vártam, én vagyok a hülye. Gyerünk, nem akarom a mágnes fölvenni még. Kénytelen leszek, nem akarok sebződni. Sebzés? Megpróbáljuk addig kihúzni, hogy szétessen, mert az is nagyon menő hozzá. De először a... Jó, ezt ki kell húzni a résvágót, csak nem ad hozzá védeket sajnos. Gyerünk. Jó, nice. Továbbra is nagyon tápos, szerintem ez a klassz. Meg ez a fegyver. Jó, ezt nem tudok felhogy bontani. Az csak láva volt, ez nem fáj nagyon. Sajnos itt vannak az elitek. Muszájok egy kört, mert túl sok XP van szétszórva. És Mágnes most már nem hiszem, hogy lesz még egy. Nagyon élvezem a tárgyféltő átlávaságot, de most már légy szíves. Résvágó. Szivatnak anyám, stop. Nem tudom hány szintlépés óta nem adott ez a rohadt fegyverhez üzét. Szerencsére másokhoz jókat ad. De... Get there before the timer runs out. The drop pod is not going to hang around. Oh yeah, now we're talking. Mindegy, akkor nem húzzuk résvágót, akkor elengedtem. Tehát ennyi. Nem tudok mit csinálni. Nem fogom az összes aranyamat, ugye most már nincs is mit, de nem szabad az összes aranyat arra elkötni. Megpróbálom egy fegyvert kiúzni, ez nem hajlandó játék upgrade-eket adni. Most már hiszem egy 8-9 szint óta. És akkor időrólokat nem sajnálom. Na, akkor srácok, ez most fontos megjegyezni, mert Zsuzsó javította magát, pedig még rá is kérdeztem. A sima Deep Rock van benne, és nem a Survivor. Ezért kérdeztem Zsuzsó, mert... Igen. És
Istenem, és most tartja, hogy szakadjon rá az ég arra a szemétládára, aki ezt beleprogramozta. Tudom, hogy ez nem direkt van. Beszarok. Ez is király lenne, ez is király lenne, ez is király lenne. Ez van. Visszalök, nagyon jó. Visszalök, ezt is nagyon szeretem. De legalább megint jó küldetést kaptunk. Danger and darkness, azaz. Én nem akarok átmenni, azaz. És végre kaptam normális bányászás sebességebb védeket is, nagyon érződik amúgy. Egész jó szerencsére a villámfejnek is most már a újra töltődési sebessége. Jó, menjetek is. Sebzés. Ajajajajajajajaj, itt most át kell mászni. Jó. Első hiszem, meg lett különösebb sebződés nélkül. Nagyon átfűztük magunkat, még nagyon lassúak vagyunk. Nem merjem ezt kockáztatni? Valószínűleg nem éri meg. Azaz. Azaz. Pont ezt akartam. Pont jókor jött, nagyon jó. Nice. Meglepett, hogy ez sikerült. Jó, most már kihúzható izé. Azóta se kaptunk a résvágóhoz, amúgy... Ja, de... Nem, azóta se kapjuk a résvágóhoz, igen. Tűzösség izé, vagy pedig sebzés újratöltés, sebzés és újratöltés. More damage. More. More. Necces, na! El se hiszem, kaptunk egy szürkét itt, mennyi 15 szint után? De jó lenne egy mágnes. Még most kell gyorsan ezt kiizélni, miatt jönnek a... az elitek, mert most... 59 sebzés egy ilyen szar. De és nem látok semmit. Ez jó. Menni kell még onnan gyűjteni, ez X-t nagyon sokan szétszórva. Na, végre most kapom erre is. Lehet, hogy kaptam, csak elbambultam és nem vettem észre. Ott a mágnes. Nagyon jó. Most szakadna az energy nyakába egy mázsa borzsír. Azaz, nem egy mázsa, egy tonna. Na. Végre. Sebzés és gyújtson, vagy nem sebzés és újra töltés, az jó. TP-gyűjtés. Ouch, ebbe belegyarogoltam, mert ügyes fiú vagyok. Hát igen, azért van HP-juk rendesen a kis rohadékoknak. Micsoda kerülés, kigúpoltam a... Most kell azoknak robbani, azaz. Kis szemétládák. Próbálom úgy csinálni, hogy... hogy a nagyobbnak össze tudjam szedni a izét. Mik ezek? Adjál már majd normálisat. És elkezdenek erősödni, és... olyan rengetegen lesznek rohadt erősek. Ah, aránytalan amúgy. Na, jó van. Maxi vagyok. Megdögölhetném már. De hány millió HP van? Mondtam, hogy egy ezt szeretem a legjobban, de hát azért most már egy kicsit kezd sok lenni.
Nem, itt a vége. Szerintem, ha csak... Jó, de szerencsém volt erre lentre, mert nem spawnoltak többen. Dögölj meg, de miért arra lősz? Mindegy. Lőj már fölfele valamit. Na. És te most jó helyre könyörgöm? Jó. Ez lehetne sokkal rosszabb. Nem, nagyon jó helyre tette, jól van. Köszönjük az Alan Jesusnek. Plusz egy szerencse. Jó, be kell, nem akarok többet sérülni. Körbe törpézi, hát megcsinálja, így van. Volt mágnes, nem vettem észre, lehet. Vagy észrevettem és felszettem, minden nem tudom, srácok. Lehet, hogy szóltatok, de addigra már észrevettem és felvettem. Összemosódnak a dolgok. Erősíteni kell a izét. Én még látok rá esélyt, hogy ez jó legyen. Legalábbis ennyire közel még sose voltunk az, hogy valami értelmes történjen. És még mindig nagyon messze vagyunk tőle, tehát érzem, hogy kinkeserves küszködés, de... Még így is sajnos. Ez eddig a legjobb körünk. Ennyi, egyszerűen lövész annyival, szerintem aránytalan lehet erősebb a többihez képest. Meg is vagyunk, nagyon jó. Na, szóval igen. És oké, a raj már sok lesz, de hogy amíg nem volt itt a raj, addig simán visszaletartottam őket. Jó, hát a mini elite nem lehet mit csinálni, van 3 millió HP-ja. Sebez másik 3 milliót. Jó, lefele még tudunk menni. Nagyon jók az átütős üzék. Igen, átütősúval emlékeztem itt, de nem tudom, hogy mondom, ebbe a körbe van-e. De mondom, ez béna volt. Annyira villognak, hogy mondom, biztos átütős. Ezért vissza kéne valahogy menni. Nem, ez túl jó, ezt nem hagyhatjuk ott. Nem, most nem nitrázhatunk. Na jó, egy kicsit. Jó, a greed, az a rohadt greed. Na ez a baj. Ez a baj. Hát olyan olyan tömeg, hogy nem tudom mit csináljak. Hát csak próbálok csak, na, túlélni. Olyan sok XP van, hogyha vissza kéne valahogy jutni. Meg kéne a résvágónak az utolsó izéje, az nagyon sokat számít, ugye, hogy plusz 3 sugár, vagy nem tudom. Nagyon nagyot ugrana a sebzés potenciálja. Robbanjatok? Úgy. Nice, az, hogy itt vannak az elitjeink is. És még be se hívtam a izét. Sőt, még ki se bányáztam. Dögöljetek meg! Jó. Hát lehet, hogy ezt itt ki kell hagynom. Talán kibányáztak. Yes, isom. Mágnes kell. Valónak kell egy mágnes. Ez tök 8. Ezt nem akár, nem kellett volna rájuk robbantani. Meg kell most őket őrizni, mert most végre tudok fejlődni. Ne! Meg 160 HP mínusz. Egy rossz mozdulat, hogy rossz ritmusba váltottam a távolságot köztük. Fordítva kellett volna, ugye, és akkor jó lett volna. Vagy akkor legalább csak az egyik robban rám, és ennyi, kész. És lehet, hogy emiatt vége a körnek. Ez mondom, hogy kritikus helyzetben egyet hibázol, és azonnal a vége. Nagyon büntet itt már a játék, nagyon.
dogs. And they're pissed. Swallow this! It's for me! Az a baj, hogy meg tudnak halni az elitjeim. De ide sebezzél van. Na jó, nem tudom. 41-es sebez egy kicsi. Ez már a vicc kategória, komolyan. És nem... És ott maradt egy darab szikla. Mi a szar van itt? Ott a mágnes, látom. Well done. Objective completed. Drop pod has arrived. Get there now. It will leave without you. Jó, persze a fegyvert adja, ami rohadtul nem kell. Nem tudok elmenni a... Ezért nincs rá időm. Olyan tömeg van, hogy belehalok, hogyha elmegyek a... Az itemért nagyon kár érte, de ez van. Igen, jól látod, Gumi. Követem a mágnest, jó. Hát ezt nem hagyhatom itt. Jaj, mentok! Nem, mert legalább bejutottunk az ötödik pályára. Úgyse lesz meg, tehát ez egyetlen, hogy nem lesz meg. De legalább bejutottunk az ötödik pályára. I just became a better dwarf. Here we go. You found the dreadnought. Now you just need to make it come out of hibernation by destroying the cocoons. Ahhoz még ide négy szint kéne, és nem lesz meg. Tehát egyszerűen nem hajlandó a játék. Mindenhova folyamatosan adja a szinteket, és amúgy jókat, tehát nem akarok nagyon panaszkodni, de hogy eldöntött a játék, hogy nem lesz vésvágó kimaxolás ebben a körben. Nem szabad itt ennem, mert ha még le is tartanám őket, az a baj, hogy ott van a bossnak a tojása, és ezt nem szabad még széttörni. Most szinteződni kell nagyon, meg tudod találni. Mert ez a 280 HP, ez szerintem egy ütés a bosstól. Nem akarom kipróbálni, hogy mennyit sebez. Jaj, de jó. Az Elit Magtera. Úgy szeretem az Elit Magterát. Gyerünk, ne sebezd meg, légy szíves! 43-as sebezd egy kicsike. Ez már nevetséges kategória. Tízszer megsebezne a legkisebb, leggagyibb ellenség, és halott lennék. Nem tízszer, 8-szor. Olyan aránytalan sebzésük van. Nem is tudom, hogy vajon az elitek mit sebezhetnek. 150-et? A boss meg szerintem 300-at. Tehát ezért ezt egy kicsit... Tudásnak kell, hogy most tényleg ilyen csak, hogy mennyit sebezne a boss, de hogy most tényleg azon a szinten vagyunk, hogy úgy kell megcsinálni az ötödik pályát, hogy a boss egyszer sem sebezhet meg. Az elitek meg mondjuk egyszer vagy kétszer talán. Tehát meg közben ugye gyógyulni nem tudsz. Tehát nincs jó, van regenerálás a játékban, ugye a szendvics ugye ad egy kevés regenerálódás, de hát azt hagyjuk. Ugye alapot is van regenerálódási start, de nagyon keveset gyógyít rajtad. Hát sajnos 57-es szinten már nagyon nehéz szinteződni. Tehát itt már a plusz 4 szint a izének sehogy nem lesz meg a résvágónak. Itt tök felesleges volt kb. Eddig elhozni. Főleg így, ugye? Ezt a bulldogot ezt minden szintépésnél kb. Kétszer fel ajánlja, hogy amúgy a bulldogot nem akarod, nem minden résvágó. És esetleg egy bulldog? Na jó, akkor inkább vagy itt van két bulldog. Na, mínusz 90 HP. Egy mágnes. Na Istenem már. Hú, nem, ez annyira frusztráló volt ez a számomra a játékot, hogy ilyen sokat sebez minden, hogy szinte élvezhetetlen. És tudom, hogy ez az én hülyeségem, de ez van. Tehát, hogy ennyire
ennyire feszülni kell minden kis millimétert folyamatosan 150%-os lézerfókusszal figyelni, hogy nehogy ott legyen a szikla mögött egy bogárka, mert a HP 10%-a oda. Ez nekem már nem élvezett sajnos. De pont az a... Pont azt élveztem a játékban, kicsit ilyen chilles hátradőrös, hogy oké, csinálgatom, fejlődgetek, közben persze figyelni kell, de így megy a bullet hell, mindenhova jön minden, meg van egy ilyen érdekes, kicsit ilyen szerencsejáték faktor benne, hogy milyen upgrade-eket fogok kapni, és így nem, ez teljesen megszűnt. Csak is kizárólag a legjobb upgrade-eket vár az eszedben, ne jusson ezt is meg sem tudni, mert azonnal izé... És hát nem sebezzük a boss-t, így mellesleg. Tehát... Ah, 287, jó. Srácok, őszinte leszek, itt fogjuk abba hagyni a Deep Progratic Survivort. Nem akarok ezen feszülni, nem élvezem, tehát... Nem okoz semmi örömet a játék ezen a szinten. Még a Scout egy kicsit legalább izgalmas volt, de nem jutottunk el az ötödik szintig. Annyira... szenvedős, nyögvenyelős, hát ez nem koncentrációt fejlesztek, mert nekem az a bajom, hogy én emellett dolgozok, nem tudom, többet is, mint kéne, ez persze az én hülyeségem, nekem erre nincs, tehát nekem az nem élvezett tényleg, hogy minden egyes másodpercében a játék, tehát konkrétan mint egy, az egész, ez mint egy Elden Ring boss harc, hogy ilyen folyamatos nézés, akkor mert ott van egy rohadt nagy RNG faktor is, hogy ez alatt végül, amikor figyelsz, koncentrálsz minden kis minutumra, és akkor berak három szürke upgrade-et, mondjuk kettőt egy olyan fegyverhez, amit ki se akarsz húzni, a harmadik az meg egy 200% mozgási sebesség, és így igen, tényleg, akkor legalább választhassam ki, hogy miket akarok, ha már ilyen, tényleg az van, hogy ilyen, nem tudom, ilyen lézerfókusz kell az elsőtől az utolsó másodpercig, hogyha akarsz egy pici esélyt is megnyerni. Nekem ez már sok. Tehát van aki élvezi, hajrá, nem azt mondom, hogy rossz játék, nem nekem való ez már. Tehát ez már az a szinte, ami nekem már nem fun. Nem okoz élvezetet a játék, nincs sikerélményem benne. És single játékot játszani sikerélmény nélkül nem szeretek. Mert ott vannak olyan játékok, ahol nem érdekel, mert oké, csapatmunka van, elröhögünk együtt, elizéljük, nem tudom. De az, hogy tényleg engem felidegesít a játék, morgok, hisztizek, csak titeket is ez idegesít teljesen joggal, és nem jutunk előrébb, hát 2,5 óra alatt nem jutottunk el oda, hogy megcsináljak akármit is. Ebből azt, 2,5 óra alatt egyszer jutottam el a bosszig, és nem, hogy necces lett volna, hanem totálisan 100%-ig esélytelen volt, hogy meglegyen. Tehát akármilyen jó, tehát azt szerintem ezt a buildet, ami akkor ott volt, ezt a setupot, odaadtam volna a legjobb játékosnak, annak se sikerül vele, mert egyszerűen nem. Tehát az első, ahogy megérkezel az első szintre, onnantól kezdve tökéletesen kell, hogy tudd, hogy mit csinálsz, és nem, ez nekem már nem. Lesz még live, nem hiszem teknőc. Ha holnap nem lenne munka, akkor lenne. De most nincs bennem lelki erő. Valószínűleg föl fog menni, Minecraft-ba szütyögök egy kicsit. Annyira nincs ahhoz se erőm, hogy abból fellőjek egy live-ot. Nem. Sajnos nem. Bár... Nem, mert maximum 10-kor le kell feküdni, és hogyha fellövök egy live-ot, azt nem fogom másfél után lenni, úgyhogy nem lesz már live. Sajnálom, srácok. Tudom, hogy nem jó így befejezni, valószínűleg nem lesz több live a játékból, mert hiába jelvezem. Ez a két pálya csak még nehezebb. Ugye a magmamagot utálom legjobban, de azért, mert nem lát semmit. Viszont ez a két pálya az nehezebb. Ez a két pálya ötös nehézségi szinten nekem 100%, hogy nem fog menni, főleg a sóbányák, ami amúgy szerintem a legfeelingesebb pálya, de az a sok kis pattogó szarral az ötödik szinten... Nem tudom, hogy lehet megcsinálni. Úgyhogy ja, sajnálom, ez van. Ettől függetlenül ez egy nagyon jó játék. Majd hát, ha jön hozzá update, akkor biztos, hogy visszanézünk rá, hogyha jönnek még új pályák, új fegyverek, új subquests, vagy valami. Vagy hát, ha egy kicsit átalakítják, és egy kicsit gyengítik az enemiket, vagy mondjuk állíthatóvá teszik a nehézséget, hogy esélyem is legyen. Ja, ez van. Srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennyi lenne mára. Valószínűleg holnap találkozunk, még nem ígérek semmit, össze kell szervezem a hetemet, és egy kicsit necces, lehet, hogy jövő héten kevesebb tartalom lesz, most arra gondolok, hogy
nem úgy, mint most, nem tudom, két hét, tehát ugye volt 5-5. Lehet, hogy jövét mondjuk 3. De meglátjuk, nem tudom még, hogy van. Sok, tehát péntekre is program van, szombatra is program van, hétközben is lenne egy csomó minden, meg edzeni is kéne, most nem úgy ment az edzés az elmúlt két hétben, mint ahogy akartam, úgyhogy... ja, ez van. Na mindegy. Amúgy pont kérdezted, hogy de lesz, tehát szeretnék, tehát én most is szeretném még tolni, és szeretném letolni a másik két pályát is, csak szenvedni viszont nem szeretnék ennyit, tehát van egy adott mennyiségű szenvedés, amit úgy érzem, hogy megéri a végcél érdekében, ez túl sok ahhoz már nekem. És az, annak meg aztán tényleg nem látom értelmét, hogy kitalak egy buildet, mondjuk megnézem a netről, hogy oké, ezt így lehet jól megcsinálni, és akkor azt a buildet újra és újra és újra elkezdem, amíg be nem hoz az RNG, tehát annak nincs értelme. Azt meg tudjátok nézni, tehát ti is rákeresettek, hogy mi a legerősebb build, és megnéztetek róla egy videót. Annak sem értelme, hogy én reprodukáljam, ugye szeretem magamnak játszani a játékokat. Ha nem megy úgy, ahogy én tudom játszani, akkor viszont nem erőltetem. Úgyhogy ja, elbúcsúzok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, srácok. Ennyi lett volna mára, mondom, lehet, hogy holnap találkozunk. Meglátjuk, nagyobb, tehát több mint 50%, hogy találkozunk, de nem ígérek semmit, attól függ, hogy az edzéseket hogy tudom betervezni a hétre. Lehet, hogy hétfőn szerdán edzek, akkor majd kedd, csütörtök, szombat, vasárnap találkozunk. Meglátjuk. Még kitalálom. Minden jót és szép estét. Sziasztok!